Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. Első rész, 1000 kiló laskatészta. És üdvözöljük a 20. században élő rádióhallgató fiúkat és lányokat! Szia! 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 Lemaradtál, Csibész! Ami pedig az üdvözlésünket illeti, a Sirius bácsitól tanul. Helyesebben tőle kaptuk azt a furcsa 500 éves könyvet, amelyben így köszönnek egymásnak a gyerekek. És bevalljuk, fogalmunk sincs róla, mit jelent az, hogy szia! Tudom! Na csak, prücsök, halljuk, mit tudsz! Na? A szervusz latin szó a 20. században abból lett a szia. Na, Tinto, te miket tudsz? Ezt honnan vetted, Pintonkám? Olvastam valahol. Nem a szívedet. Hány éves is vagy, Fricsus? 5+5. Ami azt jelenti, hogy 5 évig élt, 5 évig pedig jéggé dermedve aludt, azaz hibernálódott. És ezzel belecsöppentünk tavalyi történetünk kellős közepébe. Emlékeztetünk, mi a Holdon élő gyermekek múlt nyáron, pontosan 2462. júniusában telepleztünk egy gyanús férfit. Ez Pinton apukája volt, név szerint Perez Castuero. Abban az időben Antonio Sao Felipe-nek mondta magát. Castuero bácsi kiváló brazil származású asztrofizikus és feltaláló mérnök, akit azóta nagyon szeretünk és tisztelünk. Dakrió, tavaly még azt hittük, hogy beszedelmes őrült, vagy szélhámos. Aztán hála Sirius bácsinak, kiderült az igazság. Perez Castuero csodaszép feleségét, Conchita Ibáñez filmsztárt, és ezt a csöpséget... Pinton a nevem! Valóban Pinton a neve. Nos, őket egy helytelenül programozott gravitlán elragadta a világűrbe, ahol megfagytak. Fölösleges elmesélni az egész történetet. Hallgatóink bizonyára emlékeznek rá. Castuero bácsi megtalálta, Sirius kapitány életre keltette mindkettőjüket, és kész. Most itt élnek mellettünk, tőszomszédságunkban, a 27-es kupolavárosban. Castuero bácsi egy hatalmas szkafander gyárat igazgat. Conchita néni éppen a földön tartózkodik, filmet forgatnak. Pinton pedig... Én itt vagyok, és a barátotok vagyok. A barátunk vagy, belevaló kis barátunk. És én is itt lakom a Holdon, mert apukám megengedte, hogy itt folytassam az iskolát. Holdmérnök leszek. Pintonéknál vendégeskedem. Ami írtó jó dolog, mert reggelenként átmászom Berti ágyába és csatást játszunk. Én vagyok az idegen bolygóról érkezett megszálló hadsereg. És amikor... Jó, ezt majd elmondod máskor. Tehát eltelt egy év, most ismét nyári szünet van, ami teljességgel helytelen ellenvezés, mert a Holdon nincsen nyár és tél, nincsenek földi értelemben vett évszakok, itt csak szól van és nocs van, vagyis nappal és éjszaka. 15 napig nappal, 15 napig éjjel. Nem 15 napig, hanem 14,765 ezred napig. Legyünk fontosak. Jól van, te holtudós, légy fontos. Nekem az a pár perc nem most nem szorol. Ezzel bevezetőnknek vége. Vissza a medencébe! Jup! Gyerünk, Rita! Vissza, és Csibész, kész! Nézzétek, Csibész! Úgy úszik, mint egy csuka! Igaz! Úgy úszom, mint egy csuka! Jaj, fiú! Ne felejtsétek el! Délután apuhoz megyünk a központi konyhába. Megyünk ám! Megyünk a központi konyhába! Megyünk a központi konyhába! Megyünk a központi konyhába! Tessék, jól nézzétek meg, gyerekek! Ez az áterem, a központi főzőüzem.
A holdon élő 10 000 embernek itt főzzük a mindennapi reggeli ebéd vacsorát. Hőha, azt hittem olyan lesz, mint a földön, mondjuk egy nagy étterem konyhája. De hát ez egy valóságos gyár. Óriási csarnok, hatalmas gépekkel, félelmetes csőhálózat, minden krómacél és plexiüveg és csillog, villog, hú, rengeteg pislogó jelzőlámpa. És ez még semmi. Itt csak főznek. Majd meglátod a B-termet és a C-termet. A B-teremben pompás húsféléket sütnek, a C-teremben készülnek a tésztafélék. Aztán van még egy cukrászat és egy tejkonyha. De hát itt egyetlen szakácsot sem látok. Se szakács, se kukta. Egy magános férfi unatkozik valami kapcsolóasztal mellett. Ki főzi az ebédet? A gépek, te nagy okos. Rita jól mondja. Az egész konyhaüzem automatizálva van. A központi vezérlőteremben 5 szakácsnő, de inkább konyhamérnököknek nevezem őket, kezeli az automatikát. Ez a férfi pedig az áterem ellenőrző technikusa. Tessék már elárulni, hol van az a tömérdek nyersanyag, amiből a napi 10 000 adag kész. Majd én elmondom. A nyersanyag egy része, zöldségfélék, gyümölcsök, a holdon terem. Helga néni Pierre anyukája kertészetében. A dövik részét a földről hozzák, teher graviplánokban. Hetenként egyszer körülbelül 5 tonnát. Jól mondtam, apu? Kitűnően. Folytatja. Fajtánként külön csomagolva 100 kilónként alumínium védőburkolatban. Földi 100 kilóról van szó. Nagyszerű! Skafanderben érkezik a krumpli. Jól mondod olyasmiben. Nyersanyag raktáraink ugyanis odakint vannak a hold felszínen. Ott kevesebb ömöbbi tudunk állandó mínusz 50 fokon tárolni. A védőburkolat hőmérséklet és nyomás kiegyenlítő. Tessék megmagyarázni, Otto bácsi, hogy jön be a nyersanyag a konyhába? Ki cipeli be? Ezt is én. Te cipeled? Csodát cipelem. Én válaszolok a kérdésedre, mert mindent tudok. Rendben van, mondd el te kislányom, de előbb jöjjetek csak! Lépjetek be a vezérlőterembe, tessék! Jó holdat kívánunk! Jó holdat, főnök! Szervusz, Rituka! Vendégeket hoztatok? Igen. Megnézik a boszorkány konyhát. Betty néni, kérem, no. A barátom Berci arra kíváncsi, hogy jön be a nyersanyag a raktárból az előkészítőbe. Na jöjjön ide, ifjú ember! Igen. Szerencséje van, éppen be tudom mutatni. 1000 kilogramm laskatészát kell beirányítanom. Holnap mákos és diós laska lesz. Az áru a földön készül. Tudom, 100 kilós csomagolásban érkezik alumínium védőburkolatban. Úgy van. Nos, nézze. Itt ebbe a katalógus gépbe betápláltuk valamennyi anyagunk nevét. Csak bemondom a mikrofonjába laskatészta, és lám, kincs adta a számát. 1052. Ez a szám most áttevődik a számítógépbe. 1000 kiló, az 10 × 100 kiló. Azt a piros gombot kell megnyomni, így. A 10 csomag laskatészta elindul. Stopp! Álljunk meg! Már bocsánatot kérek, ne tessék haragudni, de honnan tetszik tudni, hogy éppen 10, és hogy laskatészta. Nézze, itt visszaigazolta, hogy 10 csomaggal küld. Itt meg a katalógus számolvasható. Tehát az jön, amit kértünk. Most már elhiszik? Igen, persze. De biztos, hogy 1000 kiló érkezik? Pont 1000 kiló? Abszolút biztos. Természetesen földi 1000 kiló, ami odakint a raktárban körülbelül csak 160 kiló, mivel a hold gravitációja csak 1/6 a földének, ide bent az előkészítőben már 750 kilót nyom. Ugyanaz a mennyiség, mert... Mert, mint tudjuk, a hold emberlakta kupola városai alá gravitonokat helyeztek el. Ezek a földi gravitációt megközelítő 75%-os mesterséges nehézségi erőt biztosítanak minden időben. Vagyis, ha lemérnénk, a laskatészta odakint 160 kiló, ide ment 750 kiló lenne. Nem, ez így túl bonyolult. A mérlegek úgy vannak beállítva, hogy kint is bent is egyformán a földi súlyt mutatják. Igen kitűnő rugós olajáttételes mérlegeink vannak. 10 tonnáig mér mindegyik 1 grammnyi pontossággal. Hogy bizonyítsunk is, kedves kis kételkedő. Nem, a galaktikára mondom, nem kételkedtem, csak
Kicsit kíváncsi természetű vagyok. Nos, kíváncsiságát kielégítjük. A laskatészta még odakint van. Megmerít, jó? Jó. Csak ezt a kék kapcsolót kell jobbra elfordítania. A tíz bála már rácsúszott a mérlegre. Figyelj a mutató. Szép lassan kileng. 6, 7, 8, 9, 980, 99, 999, nem megy tovább. Mutassa, hát ez nem lehet. Főnök, hát a mérleg egy kilóval kevesebbet mutat. Nocsak. Talán beszáradt a tészta. Az alumínium burkolat megakadályozza a beszáradást. Akkor rossz a mérleg. Lehetetlen. A mi mérlegeink halálpontosak. Rájöttem. A hold felszínén garázdálkodó mezei pockok megettek egy kilogramm laskatésztát. Szenzációs kiadás! Rejtélyes lopása központi konyha raktárában! Ez nem vicc, gyerekek! Meg kell találnunk a hibát. 15 éve vezetem ezt a konyhát. Itt még soha egy deka nyersanyag nem hiányzott. Hát talán hívjuk be a tésztát és mérjük meg a belső mérlegen is. Helyes, helyes. Behívtam. Már bent van. A zöld kapcsoló a belső mérleget működteti. Tessék! Na hát, ide benn is csak 999. Otto bácsi, nem valószínű, hogy mindkét mérleg egyszer és egyformán hibázik. Nem, ez valóban nem valószínű. Ebből logikusan az következik, hogy hiányzik az áruból egy kiló. Ez viszont kizár dolog. A tésztagyár rendkívül pontosan mér. Csomagoló automatájuk még soha egy grammot nem tévedett. Betike, tegnap érkezett a földről pörkölt kávé 100 kilós bálákban. Keresse ki a számot. Igen, igenis. 2110-es. Behívjam? Nem, lemérjük odakint. Lássuk csak. A Szaturnusz gyűrűjére. 99 kiló és 90 deka. Furcsa. Az egyikből egy kiló hiányzik, a másikból csak 10 deka. Otto bácsi, az 1 kiló és a 10 deka ez esetben ugyanazt jelenti. Mindkettő 1/1000-e a mért súlynak. Igazad van. Na, mérjük le ezt is ideben. Már behívtam és megmértem. 99,9. Na, mit jelent ez, főnök? Honnan a csodából tudjam? Majd átszólok a szerviznek, kijönnek és megvizsgálják a mérlegeket. Otto bácsi! Eszembe jutott valami. Na. Halljuk. Nincs a raktárban, vagy az előkészítőben valamilyen tárgy, amelynek ismerjük a pontos súlyát, és nem lehet megcsonkítani. Úgy értem, nem lehet belőle elvenni. Nem lehet elvenni. Nem lehet elvenni. De van. Van egy nagyon régi tartalékmázsánk, és ahhoz vannak rozsdamentes acélsúlyok. Hitelesített súlyok. Kilós, 5 kilós, 10 kilós. Na és megmértétek a súlyokat is? Igen, és megmértük, Sirius bácsi, a külsőn is, a belsőn is. 10 kiló az 1000 deka, ugyebár? Mindegyik súly csak 999 dekát nyomott. Azaz hiányzott megint pontosan 1/1000. Hová csodába tűnik el mindig ugyanannyi? Nagyon körültekintően és okosan jártatok el. De kérdeznék valamit. Láttátok azokat a súlyokat? Láttuk, Sirius bácsi. Van belőle 10 darab? Ó, még több is. Rita, igen? Hívd csak fel édesapádat. Igen. Itt központi konyha. Sirius vagyok. Üdvözöllek, méregkeverő barátom! Mi csak? Te vagy csillagközi veterán? Jó holdat! Jó holdat, cimbora! Mivel szolgálhatok? Blincsikit ennél? Itt vannak a gyerekek. Hallom, hogy rakoncátlankodnak a mérlegeim. Bosszantó! Ki kell hívnom a szerelőket? Kérdeznék valamit. Ugyebár az az ócska mázsa, amiről a gyerekek beszélnek, 2 karú tizedes mérleg. Igen. Öreg jószág, de valamikor igen pontosan mér. Nagyszerű.
Arra kérlek, öreg méregkeverő, erőltesd meg kisi elpuhult testedet, emeld rá a mérlegre a 100 kilós kávécsomagot, és mérd meg, azaz tégy a serpenyőbe egy 10 kilós fémsúlyt. Micsoda, hogy én saját kezüleg? Saját kezüleg, na mi az? Csak nem gyengültél el, hiszen 20 évvel ezelőtt még egymást emelgettük, én akkor 120 kiló voltam. Hát jó, megpróbálom. Aztán, ha kész vagy, szólj ide, hogy mit tapasztaltál. Sirius bácsi, én sejtek valamit. Ha ez a bál, a kávé, a tartalék mása... Majd aztán. Na, mit találtál, kotyvasztó mester? Kérlek, nem akarok hinni a szememnek. A kávé ezen a mérlegen pontosan 100 kiló. Gondoltam. Most mondd meg, mit tegyek? Ne tégy semmit. Ne hívd ki a szerelőket, és ne említs senkinek a dolgot, érted? Senkinek. Tarts titokban, amit láttál. Értem. Köszönöm, rántások atya. Majd jelentkezem, ha tudok valamit. És holnap ebédre csináljatok blincsikit. Én azt gondolom, Sirius bácsi, hogy a súlycsökkenés egyetlen logikus magyarázata az, hogy... Na, mondd csak ki bátran. Az, hogy csökkent a hold gravitációja. A nehézségi erő kisebb lett 1000-re. Na, ezt szép bátran kimondtad. Már vártam, hogy ide lukadsz ki. Mert valóban annak, hogy a rugós mérleg kevesebbet mutat, és a kétkarú mérleg változatlanul az eredeti súlyt mutatja, ez is lehetne egyik oka. Folytatom. Létfontosságú kérdés, hogy ez a csökkenés megáll-e az 1000-eléknél, vagy tovább folytatódik? Igazad van, ez létfontosságú. Hogyan lehetne erre választ kapni? Én tudom. Ez egyszerű. Minden földi 24 órában, tehát holnap után, és minden nap kimegyek a központi konyhába, és lemérem az 1000 kilogramm laskatésztát. Sirius bácsi, ma a mérleg 998 kilót mutatott. Ma 997-et. Ma már csak 996-ot. És ma 995-öt. Tehát 24 óránként 1000-kel csökkent a tészta súlya. Ennek felesett réfa, Sirius bácsi. Ha ez így folytatódik, 995 nap múlva valamennyien súlytalanná válunk. Súlytalanná válik a hold. Mi lesz akkor? Megállás, fénysebességgel rohansz egy K.O. felé. Mi az a K.O.? Kapitális ostobaság. Ide figyelmez, édesfiam. A világon minden változik, semmi sem állandó, minden mozog, de bizonyos törvények, amelyek ezt a mozgást szabályozzák, örökérvényűek. Egy Isaac Newton nevű angol természettudós közel 800 esztendeje megfogalmazta a tömegvonzás törvényét. Tanultátok az iskolában? Testek anyagi minőségüktől függetlenül vonzó erővel, úgynevezett gravitációs erővel hatnak egymásra. Ez az! Nos, egy törvény kimondja, amennyivel a gravitációs erő csökken, ugyanannyival kell csökkennie a vonzást gyakorló tömegnek is. Megfigyelésünk szerint a tárgyak súlya a központi konyhán 5 nap alatt 5000-kel csökken. Ha ezt a hold lassan fogyó gravitációja okozná, akkor a hold tömegnek is fogynia kellett volna 5000-kel. Na várjatok, előveszem a kis okost. Kiszámítom. Megvan. Az annyi, mint 367 billió tonna. Kérdezem, eltűnt-e a hold tömegéből a közelmúlt napokban 367 billió tonna? Nem tűnt el. Hát akkor mi történt? Nekem viszont valami feltűnt. Észrevettem valamit. Sirius bácsi azt mondta, hogy a központi konyhában csökkent a tárgyak súlya. Értitek? Nem a holdon mindenütt, hanem csak a központi konyhában. Meg a raktárban. Igen, meg a raktárban. Igen. Viszonylag kis területen.
Ugye így tetszett mondani? Berci fogalmazta meg pontosan. A konyhában és a raktárban. Nem is mondhattam másként, hiszen nem tudjuk, hogy a többi kupola városban is odakint a hold teljes felszínén ez a súlyhiány mutatkozik-e. Meg kell tudnunk! 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 Bocsásson meg a kedves hallgató, hogy megszakítom az izgalmas cselekmény fonalát, de néhány magyarázó szót kell mondanom a holdi kupola városok elhelyezkedéséről. Korunkban a hold földfelőli oldalán a Nyugalom tengere elnevezésű több mint 100 kilométer átmérőjű kör alakú síkságon épült fel 212 kupolaváros és 50 űrkikötő. Egymástól 10-15 kilométer távolságban fekszenek. A központi konyha a 4-es kupolavárosban üzemel. Közelében van az 1-es, az elnöki palotával, állami hivatalokkal, a 2-es, ahol szórakozó helyeket, színházat, mozit, hangversenytermet találunk, a 3-asban a rádió és televízió központokat. De ide kanyarodnak a magas számú kupolavárosok is. A 201-es urándúsító és Castuero 212-es szkafandergyára. Ez amint egy 20 kupolaváros foglalja el a Nyugalom tengerének legészakibb részét. És a közeli 3000 méter magas peremhegységben 20 kilométerre a dúsítótól bányásszák az urániumot. Nos, ezt a kis helyszínrajzot kívántam elmondani. Köszönjük, Sirius bácsi, és gyerünk tovább! Ott hagytuk abba, hogy meg kell tudnunk, vajon az egész holdon csökkent a tárgyak súlya, vagy csak annak egy részén. Összeültünk tanácskozni Sirius bácsi lakásán. Ez alkalommal Pinton és Csibész nélkül. Előbb egyenek lelkem egy falást. Tejszínhabos kakaót kapnak, mazsolás kuglóval. Nem a gyárban készül, magam sütöm ám, még meleg. Köszönjük, Leonida néni, most nem kérünk. Fontos és sürgős megtárgyalni valónk van. Ugyan mi lehet olyan fontos és sürgős iskolai szünetben? Leonidának igaza van, nem fontos és nem sürgős. Hozzá csak kérem az uzsonnát, elfogyasztjuk. Mondtam ugye, hogy nem fontos, nem sürgős. Az étkezés mindennél fontosabb. Figyeljetek, jobb, ha Leonida nem tudja, milyen nagy jelentőségű ügyben nyomozunk. Hamar pánikba esne és elkötyögne mindenkinek. Igen. Tehát vidáman uzsonnázni fogunk. Hozza is már derék űrző angyalom. Tessék, kedves kéim, tessék. Vigyázzanak, a kakaó forró. Vegyelek kuglókon. Leteszem ide az asztalra, aztán ne restelkedjenek. Fogyasszák. Köszönjük, Leonida néni, tessék csak ránk bízni. Remek ez a kugló. Csak egyenek. Pierre? Igen. Nyomd meg azt a gombot. Így. Jó, Leonidán, ki van zárva. Beszélhetünk. Mit tanácsoltok? Összesen 4 vagyunk, mert Pinton és Csibész a mostoron következő felderítő munkában nem vehet részt. Gondolom, ebben egyetért. Hát persze. Egyszerűen legalább 3 helyen kellene a méréseket eszközölni, hogy gyorsabban menjen. Eszközöljük 3 helyen. De van-e hozzá eszköz? Mérjünk, de mivel? Milyen mérleggel? Kétlem, hogy az elnöki palotában vagy a színházban, moziban olyan remek rugós mérlegeket találunk, mint Steff bácsi konyhájában. Csinálni kellene kis hordozható mérlegeket. Miből, lányom, miből? Rendeljük meg a mérleggyárban. Tudod, hol van a mérleggyár? Nem, de meg lehet tudakolni. Na így, csak lassan haladunk előre. Magam is úgy gondoltam, hogy kis hordozható mérlegekre lesz szükségünk. Ezért elő is kotortam a lomtárból Leonida néni rugós régi konyhamérlegét. Minden alkatrészét saját kezűleg lemásoltam 2, ilyen formán 3 könnyű, viszonylag pontos, 10 kilóig mérő, szállítható eszközzel rendelkezünk. Rita apjától kapunk 3-10 kiló súlyt, szerzünk 3 kézitáskát, egyik sem lesz nehezebb 2 holt kilónál. És Sirius bácsi, attól félek, hogy ezek a konyhamérlegek nem elég pontosak. Mondtam, hogy viszonylag lesznek csak pontosak. Azt fogják mutatni, hogy a súly 10 kilót nyom-e, vagy kevesebbet. Nekünk ennyi elég. Nagyszerű.
Én elindulok egy ilyen felszereléssel, és sorra veszem a kupolavárosokat a központi konyhától délre és keletre. Akkor én egy másikkal északra és nyugatra. Nekünk marad a harmadik is a lunomobil. Ritával ketten a kupolavárosok közötti holdfelszínt járjuk és mérjük. Hurrá! Felderítők! Előre! Felderítők, most Sol 237 a pontos idő. 5 földi nap múlva tehát Sol 117-kor találkozunk ugyanígy. Hát ezért hivattalak föl, papa. Most már tudsz mindent. Igaz, megállapodtunk abban, hogy titokba tartjuk a dolgot, de úgy hiszem, ez csak a holdon élő emberekre vonatkozik. Tudod, azért nehogy pánik törjön ki. Most még senki sem érzékeli a súlycsökkenést. Még vagy 100 napig biztosan nem veszik észre. Mondd meg őszintén, fiam, tulajdonképpen mit akarsz? Haza szeretnél jönni? Megijedtél? Ugyan, papa, mit képzelsz? A megengedezés helyesnek tartod, igenis részt veszek ebben a harcban, mert harc ez. Főleg harc lesz. Érzem minden porcikámban. Csak azt nem tudjuk, ki ellen, mi ellen kell majd harcolni. Ezt ebben a pillanatban én sem tudnám megmondani. Nagyon kevés a bizonyító erejű adatod. Sok minden lehetséges. Felhívom a figyelmedet a Földön is észlelt gravitációs anomáliákra. A különféle sűrűségű kőzetek okozzák. Elképzelhető, hogy a hold mélyében olyan nagy mértékű kőzeteltolódás zajlik, ami... De nem. Ezt különben sem értek. Ott él a holdon kitűnő barátotok, Perez Castuero. Ő elsőrendű szelenológus. Forduljatok hozzá. Igen, papa. Na és itt van még valami feltűnő. A gravitációnak ez a nagyon szabályos, naponta azonos egységgel, 1000-kel végbe menő csökkenése. Természeti erőre nem jellemző a matematikai pontosság. Csak nem gondolok, papa, hogy valami mesterségesen létrehozott... Nem gondolok semmit. Kutassatok, nyomozzatok, mérjetek. Ügyesen derítsetek fel mindent. Videfonon tájékoztassatok néha, ha szükség lenne a segítségemre, rendelkezéstekre állok. Tisztelt felderítők, elmúlt 120 szól, és mi pontosan megjelentünk. Ki kezdi a beszámoló? Mindig az, aki kérdezi. Tehát te. Rendben, semmi akadálya. Tehát. Nekem jutottak az északra és nyugatra eső kupolavárosok. Elindultam a központi konyhától sugár alakban, először északi, majd fokozatosan nyugati irányba. Mindig visszatértem a centrumba, és úgy pásztáztam, mértem végig a kupolákat. Nos, bejelenthetem az izgalmas eredményt. A 4-es kupola várostól nézve valósággal szabályos félkör alakban helyezkednek el a csökkenő gravitációjú városok. Tessék, rajzoltam egy vázlatos térképet, mintha az 1-es számú kupola lenne a középpont, és attól, mint egy 24 km sugarú félkörben minden kupola város fertőzött gravitációjú. Azon túl normális a súlya mindennek. Még valami. Naponta lemértem a konyhában a laska tésztát. Folytatta a napi 1000-es súlycsökkenést. Ma délelőtt már csak 990 kiló volt. Az én tapasztalatom tükörkép a Bercének. Nem is részletezem. Keletre és délre hasonló nagyságú, szabályos félkörön belül könnyebbek a tárgyak. Azon kívül mindenütt normális súlyt jelzett a mérleg. Ugyanezt állapítottuk meg mi is a holdfelszínen. Rita is rajzolt térképet. Egy 48 kilométer átmérőjű, teljesen szabályos körön belül észleltük a gravitáció csökkenését. Ez a kör kicsit belenyúlik a Peremhegységbe. Beleesik az uránium bánya is. Hasonlítsuk csak össze a rajzokat. Egészítsük ki mindhármat. Szíjus bácsi, tessék nézni, az érintett terület olyan szabályos kör alakú, mintha körzővel rajzolták volna. Valóságos varázskör. Ez nem lehet véletlen.
Itt valami nagyon komoly, veszedelmes dolog készül. Cyril bácsi, én félek. Nem tudtam válaszolni, mert berregett a házi telefon. Felvettem. Tessék! Viktor Sirius, mégse járja, hogyha megjönnek a gyerekek, engem kizárnak, és titokban súgnak, búgnak. Biztosíthatom, kedves Leonida. De engem maga ne biztosítson semmiről, Viktor Sirius, hanem azonnal nyissák ki az ajtót. Vendégek érkeztek. Nyisd ki, Pierre. Na nézzétek, kiket hozok. Na menjetek csak be. Nem harapják le a fejeteket. Azonnal kaptok kakaót és kuklófot. Pinton és Csibész, hogy kerültök ide? Sürgős, mondani valóm van. Nem, sürgős. Egyedül jöttetek? Természetesen. És nem nagy dolog kezelni a mini furgon. Ismerem a 28-as számot, csak azt kellett megnyomni, és idehozott. Nos, halljuk a sürgős mondani valót. A szép piros műkavicsok felrepültek és eltűntek. Mit beszélsz? Hát mondom, a szép piros műkavicsok felrepültek és eltűntek. Hol és mikor repültek föl azok a műkavicsok? A kertünkben várat építettem, Csibész is ott volt és látta. Láttam! A vár fedele 3 pálcika volt, arra raktam 3 piros műkavicsot. Képzeljétek el, egyszer csak látom, hogy a 3 piros műkavics magától felemelkedik és eltűnik. És most kapaszkodjatok, nem is jöttek vissza. Képzelődtél, Piton, műkavics nem emelkedik fel magától, és nem tűnik el. De ezek eltűntek, Csibész is látta. Láttad, Csibész? Igen, láttam, felemelkedett és eltűnt. Meg tudnád mondani, Csibész? Mikor történt mindez? Pontosan egy órája. Ugyanakkor valami hangot nem hallottatok? Nem, semmit sem hallottam, csend volt. Úgy rémlik, nagyobb csend volt, mint előtte és utána. Mond, Pinton, lassan emelkedett az a műkavics, vagy nagyon gyorsan? Lassan, mintha valaki felvette volna. De aki felvette, az nem látott. És meddig emelkedett? Milyen magasan tűnt el? Hát, mint mondjuk a fejed. Barátaim, akár képzelődik Pinton, akár nem, félelmetes tények birtokába jutottunk. A felderítést ki kell terjesztenünk a hold teljes felületére, és ez már meghaladja erőnket. Segítséget kell keresnünk. Olyas valakit, akinek módjában áll mondjuk valamilyen közlekedési eszközzel nagy területeket átfésülni. Ez természetesen csak az én apukám lehet. Valóban én is őre elgondoltam. Ilyet, Kapár bácsi! Egy kérdés, elvállalja-e? Megkérdezzük. Javaslom, hogy vonjuk be a dologba az én apukámat nagy is. Jó. Neki ugyanis az a véleménye, hogy okozhatja ezt a gravitáció csökkenést a hold belsejében esetleg éppen most lezajló sűrűségváltozás. És feltűnt neki a jelenségek matematikai szabályossága, pedig a varázskörről még nem is tud. Azt mondta, hogy esetleg mesterséges erő. Szóval te megszegted az ígéretelet, és elfecsegted a titkot. De nem itt a holdon, hanem csak egyedül apám. Na, ez minden esetre enyhíti a bűnödet. Különben helyeslem az ötletedet. Édesapától is segítséget fogunk kérni. Én magam leszek a kép... Jaj, segítség! Jaj, Szent Leonida, ne hagyj el! Viktor Sirius, az ördög incselkedett velem. Jaj, segítsen rajta! Jöjjön le, Leonida néni! Jaj! Egyek egy pohár vizet, és mondj el, hogy mi történt! Szedje össze magát, Leonida, beszéljen! Jaj, Viktor Sirius, kimentem a kertbe, hogy rózsát álljak le az asztalra. Tudja, abból a gyönyörű centifóliából 2-3 szálat, amikor váratlanul iszonyú csend lett, és a legszebb szár rózsának magától elvált a szára, és a virág 1/2 méterre az orrom előtt emelkedni kezdett felfelé, egész addig, amíg éppen elértem volna, és akkor ott eltűnt. Úgy, mint a piros műkavicsok. Sirius bácsi, én félek. Te mindig
csak félsz. Ha nem tudsz más mondani, jobb, ha hallgatsz. Azt javaslom. Menjünk ki a kertbe, nézzük meg, mi történt. Mindenki a szobában marad. Majd én kimegyek és megnézem. Rémülten bámultunk egymásra. Pisztenni sem megy senki. Eltelt 3 néma perc. Sirius bácsi, igaz? Igen. Leonida igazat beszélt. A rózsát valaki, vagy valami valóban leszakította. Mondhatnám inkább, leválasztotta a tövéről. Megtaláltam. Vagy 20 méterre a kaputól az úton hebert. Tessék, itt van. Szabad. Megnézlem. Nem félsz tőle? Egy kicsit félek, de... Hát azért... Ezt se nem vágták, se nem törték. Olyan a szára, mintha elégett volna. Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. Második rész. Csibész a világűrben. Adam, kedves, parancsolsz még? Köszönöm, Helgám, befejezt. Pierre? Én is megtömtem maga a fülig, mama. Akkor kiküldöm az asztalt. A vitamint a teraszon isszuk meg, jó? Nagyon helyes. Egészségetekre kívánom az evét. Köszönöm. Jöjj, Pierre. Beszédem van veled. Igenis, papa. Ülj le, fiam. Tölthetek, Adam? Köszönöm, tölts a fiadnak is. Helga, megkérhetlek, hogy pár percre hagyj minket magunkra. Valami baj van, Adam? Nem, nincs semmi, nyugodj meg. Csak informálódni szeretnék szakterületen. Rendben van. Hívjatok, ha végeztetek. Parancsolj, apa. Tulajdonképpen miről lesz szó? Azonnal megtudod. Illetve jobban szeretném, ha kérdés nélkül elmondanád. Nem tehetem, papa. Megígértem a többieknek, hogy hallgatok. Berci is megígérte? Igen, de ő egyetmást elmondott az édesapjának. A szavunkat csak arra adtuk, hogy a Holdon nem beszélünk róla. Kocsis professzor felhívott. És visszamondott minden? Nem, nem semmit. Csak arra figyelmeztetett, hogy ti valamiben mesterkedtek. Nézzek a körmötökre. Apa, felhívhatom Sirius bácsi? Hát természetesen, hív csak fel. Beszéltem hát Sirius kapitánnyal. Kértem az engedélyt, hogy apának elmondhassak mindent. Vele egyezett, sőt azt ígérte, hogy azonnal felkeres minket, és ha megtalálja, Castuero bácsit is magával hozza. Ritát és Bercit nekem kellett előteremtenem. Nagyszerű, itt van mindenki. Népes értekezlem. Helga drágám, kínáld a vendégeket. Segítek, Helga néni. Gyere kislányom, összekészítjük az italkocsit. Kivállalkozik rövid tájékoztatásra. Kérjük meg Sirius bácsit. Mondd csak el, te, Pierre, elvégre ti vettétek észre. Hát, igen.
11 nappal ezelőtt észrevettük, hogy a központi konyha raktárában és előkészítőjében lévő mérlegek szerint minden nyersanyag súlya 1000-kel könnyebb lett. Milyen típusú mérlegek ezek? Nagyszerű, Castoero bácsi azonnal a lényegre tapintott. Rúgós elven működő, egészen modern olajátételű mérlegek. Aztán tetszik tudni, amikor megmértük a kávét meg a laskát ócska kétkarú mérleggel, nem hiányzott belőlük semmi. Mert a használt ellensúlyok is könnyebbek lettek ugyanannyival. Igen, igen. Ebből ti arra következtettetek, hogy... A tárgyalást félbeszakítjuk. Tessék egy kis hűsítőt, parancsoljatok. Ezek gyümölcslevek, ananász és banán. Felnőtteknek dél-amerikai párlatokat hoztunk. Á, Brazil aguardiente, no, ezt nem lehet visszautasítani, de csak egy kis újnyit kérek. Folytatatok. Szóval ti ebből arra következtettetek, hogy a holdnak csökkent a gravitációja. Igaz? Igen. És bizonyára nyomozni kezdtetek, azaz folytattátok a mérést. Minden nap, Castoero bácsi. 11 napon keresztül. Nos, és mi az eredmény? Ma reggel az 1000 kilogramm laska már csak 989 kiló volt. Vagyis szabályosan napi 1000-kel fogyott a súlya. Mindennek? Mindenütt? Mindennek, de nem mindenütt. Megállapítottuk, hogy csak egy 48 kilométer átmérőjű szabályos körön belül, amelynek középpontja nagyjából az egyes kupolaváros. A kupolák alatt is kint a holdfelszínen egyaránt észlelhető a rendellenesség. Ebben a körben sok fontos létesítményünk van. Nézzük csak a levegő és a vízgyár, a központi konyha. Az iskolák, a szórakozóhelyek, múzeumok, a rádió és televízió központ, az elnöki palota és a közhivatalok, Castoero szkafander gyára, az urándúsító, de még az urániumbánya is. Pontos térképet rajzoltunk a súlyátvesztő területről. 24 kupola várost érint a veszély. Veszélyt, mondott kapitány. Természetesen veszélyt, apa. Ha ez így folytatódik, és nem teszünk ellene semmit, 989 nap múlva a hold felületén egy 48 kilométer átmérőjű kör alakú terület, és mindaz, ami rajta is benne van, súlytalanná válik. Iszonyú katasztrófát okozna. Képzel csak el, ez a ki tudja milyen vastag holdlepény a centrifugális erők következtében minden estül kirepülne a világ. Ne ijeszgesz. Talán nincs igazunk, Castoero bácsi. Erre e pillanatban nem szívesen válaszolnék, inkább kérdezek. Esélyt a kérdezni, állunk rendelkezésére. Rituka, te is nyomoztál? Hát természetesen. De Pinton is, meg Csibész is. Ez igen, ez aztán félelmetes nyomozóbrigád. Nos, mérés közben a veszélyeztetett területtől mennyire távolodtatok el? Értem ez alatt azt a részt, ahol már normális a gravitáció. Nem nagyon messze, 10-20 kilométerre. Ott már mindenütt normális súlyt mutatott a mérlegünk. Primitív mérlegeket bütykölten, és időnk is kevés volt. Lefelé és fölfelé? Ezt ott tetszik érteni. Úgyhogy a hold alatt és a hold felett mit mértetek? Ha semmit, oda még nem jutottunk el. Ezeket a méréseket sürgősen el kell végezni, nyomra vezethetnek. Mi is gondoltunk erre. Okozhatja a rendellenességet gravitációs anomália is. Ezt valamelyik bánya mélyén bizonyosan kimutatná egy nagyon finom mérleg. Sajnos ilyennel nem rendelkezünk. Kapnak tőlem. Igaz, hogy csak 1 kilogrammig mér, de milliomod gramnyi pontossággal. Nagyszerű. Akkor mi megyünk a hold alá, na de kiszáll az űrbe. Én vállalom. Graviplánomon körül repülöm néhányszor a holdat. Hát bevalljuk, hogy pontosan így képzeltük mi is. Gyanítom ugyan, hogy semmi súlyhiányt nem fog találni. Ha az egész hold vesztett volna a gravitációjából, a földi árapá intézetek már javában kiabálnának. Én is így gondolom, de jobb, ha meggyőződünk róla. Nagyon helyes. Ti meg nyomozók, szálljatok azonnal a mélybe. De hová, apa? Természetesen az uránium bányába. Legmélyebb aknája 2000 méter. Az engedélyt majd megszerzem. Fiúk, mindent alaposan előkészítettetek? Igenis, kapitány. Castoero bácsi precíziós mérlegét masszív fémállvány tartja, pontosan vízszinteztük. 10000 lux fény lesz a liftben, és megállapodtunk a gépház technikusával, hogy 100 méterenként 1-1 percre megállít minket. Különben URH összekötetésben állunk vele. A liftben hárman utazunk. Sirius bácsi, Berci és csekészségem, Rita Pinton és Csibész a bánya bejárat előtt maradt. Ott várnak meg minket. Nos, vessünk még egy pillantást a mérlegre. Mit mutat?
986 grammot. Amiből logikusan következik, hogy ma van nyomozásunk 14. napja. 14 ezrelék gravitáció már hus, elrepül. Ezt mindenki tudja. Indíts, Pierre. Igenis. Gépház, figyelem, indulunk. Megbeszéltem, hogy lassú tempóban ereszkedünk. Másodpercenként 1 méter. Ez a mutató jelzi a mélységet. 10, 12, 14 méter. Huszonnyolc, 30. Sirius bácsi, tessék nézni. Azám. A mérleg mutatója megmozdult, de nem abba az irányba, amerre vártuk. 56, 58, 60. A gravitáció nem csökken, hanem növekszik. Nyolcvan, 82, 85. Azonnal 100-nál vagyunk, és megáll. 98, 100. A mérleg 5 fokozattal emelkedett. A súly már 991 gram. Tessék nézni! Most szemmel láthatóan gyorsul az emelkedés. 993, 994, 995, 110 méter, 112, 114, 998, 999, 1000. Gépház, állj! Sirius bácsi, 120 méter mélyen a gravitáció normális lett. Mit jelent ez? Úgy hiszem azt, hogy nem idelen kell keresnünk a bűnöst, aki ellopta a gravitációnkat. Ha tömegritkulás vagy vulkáni üregképződés okozná a hiányt, ezt ki lehetne számítani és finom méréssel ellenőrizhetnénk. Az, hogy 120 méter mélyen visszatért a normális gravitáció, kizárja az előbb említett feltételezést. A te test tehát a hold felszínen, vagy a fölött garázdálkodik. Minden bizonnyal. Indíts felfelé, Pierre. Figyelem! Gépház! Vissza a felszínre! A bánya bejárata előtt emlékmű pompázott. Fehér karrarai márvány obeliszk csúcsán a Luna 9 ezüst modellje. A kövövésett felirat szerint 1966. február 3-án itt szállt először ember készítette mesterséges égitest a Holdra. Rita, Pinton és Csibész az emlékmű tövében várt minket. Nagyon érdekes megfigyelést tettünk. A gravitáció... Jó, hogy itt vagytok. Ma olyan ideges voltam. Miért voltál ideges? Semmi veszély nem fenyegetett minket. Egy lomha bányaliszben szálltunk lefelé. Nem titeket, minket. Mi az, hogy minket és titeket? Nem értem. Titeket vagy minket? Azt mondod, Rituka, hogy titeket fenyegetett valami, amíg mi lent voltunk. Igen. Azt hiszem, bár nem tudom, de minden olyan furcsa volt. Próbáld megfogalmazni értelmesen. Igen. Alig 10 perce, itt álltunk, ahol most. Én itt, Pinton és Csibész kisé mögöttem. Egyszer csak nyüsörgést hallok. Ez Pinton, gondolom, és megfordulok. De Pinton nem volt sehol. Megijedtem, meg nem láttam elmenni. Ekkor újra hallom, hogy nyüsörög. Mintha az emlékmű mögül jött volna a hang. Azonnal az obeliszk mögé siettem, de Pinton nem volt ott. Sehol sem volt. Nem láttam. És egyáltalán rajtunk kívül, közel és távol senkit sem láttam. Aztán rémülten visszafutottam ide, és Pinton itt állt Csibész mellett, és úgy viselkedett, mintha nem történt volna semmi, mintha el sem mozdult volna. Hát nem is mozdultam el, csak egy bácsival beszélgettem. Miféle bácsival? Itt volt egy bácsi. Képzelődik, ne higgyetek neki, nem volt itt semmiféle bácsi. De bizony itt volt, beszéltem is vele. Milyen bácsi volt, meséld el. Nem tudom, nem láttam. Akkor hogyan tudtál vele beszélni? Hallottam, amit mondott.
ő is engemet válaszolt. Ez a kisfiú bezsongott, orvoshoz kell vinni. Na, legyünk türelmesek. Pinton, meg tudnád mondani, milyen nyelven beszélt a bácsi? Milyen nyelven? Hát nem tudom, de értettem. És mit mondott? Emlékezz vissza. Mit is? Hát azt, hogy ne féljek, nem bánt. És te féltél? Nem féltem. Mit mondott még a bácsi? Olyan furcsákat kérdezett. Az, hogy én vagyok-e a legöregebb, a legtökéletesebb, valami ilyesmit, de nem értettem. Meg, hogy ő küldetésben jött. És kérdezett még sokat, de semmit sem értettem. Nem tudtam válaszolni, és akkor szomorú lett. Honnan tudod? Mondta, szomorú vagyok, így mondta. És hogy ő neki semmi se sikerül. Meg azt is mondta, hogy tévedett. Sirius bácsi, egy szót se tessék elhinni. Nem volt itt rajtunk kívül senki. Pinton elmászkált 2-3 percre, aztán visszajött. Nem igaz, nem mászkáltam el. Egész idő alatt itt álltam. És láttalak téged, amint elmentél, és visszajöttél. Meg Cibét is láttam, vedd tudomásul. Ne veszekedjetek, csend legyen. Sirius bácsi, kérem. Először eltűntek Pinton piros műkavicsai, aztán Leonida néni centifólia rózsája, és most maga Pinton. Lehetséges, hogy ez valami összefüggő sorozat, és köze van a gravitációnak. Jól van, Pierre, okos vagy. Bizonyos, hogy a három eltűnés összefügg. Valószínű, hogy ugyanaz okozta, hogy mi nem is sejtjük. De remélem, hogy nincs köze a nehézségi erő folyamatos csökkenéséhez, mert ha így lenne... Itt Sirius! Üdvözlöm, kapitány! Megjöttem. Jó holdat, Castuero. Talált valamit? Semmi. Körül repültem ezt a kicsi bolygót az egyenlítőnél, aztán vertikálisan a sarkokon át keletre és nyugatra is többször. Közben pontosan mértem. Úgy van, ahogy gondoltuk. A hold gravitációja nem változott. Átrepült az érintett terület fölött is? Többször, kapitány, különböző magasságokban. Ott csökken a gravitáció. És tudja, mi volt a legérdekesebb? Minél magasabban repültem át a maguk varázskörén, annál kevesebbet mutatott a mérlegem. Végre valami. Castuero, barátom, végre valami. Ez jelentős felfedezés. Ezen az úton elindulhatunk. Bizonyosnak látszik, hogy a rendellenesség okát odafönn kell keresnünk. Magam is úgy vélem. Azt hiszem, itt az ideje, hogy beszüntessük ezt a magánnyomozást. Jelenteni fogok mindent Knox kormányzónak. Üdvözlöm az értekezlet tagjait. Kocsis professzor urat, Virzon főcsillagász urat, Gligorics főgeológus urat, akik a Földről érkeztek körünkbe. Köszönöm, hogy meghívásomnak ilyen gyorsan eleget tettek. Üdvözlöm Renard és Castuero igazgató urakat, Sirius űrhajós kapitányt és az események legfontosabb szereplőit, Pierre, Berci, Rita és Pinton ifjú barátainkat. Ők is teljes jogú tagjai rendkívüli értekezletünknek. Ezek után felkérem Sirius kapitányt, ismertesse a tényállást. Felálltam és elmondtam mindent elejétől végéig, ahogyan történt. A három titokzatos eltűnést is, hozzátéve, hogy ezen események összefüggése a gravitáció csökkenésével nincs bizonyítva. De nagyon is valószínű. Már említettem volt a fiamnak, hogy ezek a pontos matematikai és geometriai fejlemények nagyon is mesterségeseknek tűnnek. Nem valószínű, hogy természeti erő egy ezreléknyi precizitással működjék, vagy hogy létrehozzon egy mértanilag pontos akciókört. Ön tehát lehetségesnek tartja, hogy ezeket az ijesztő furcsaságokat valami ismeretlen, hatalmas energiával rendelkező idegen élőlény okozza? Kormányzó úr,
az emberiség fél évezrede keresi a kapcsolatot a világ mindenségben valahol bizonyosan élő testvéreivel. Eddig nem találta. Elég bizarr feltevés, hogy mi éppen most rájuk akadtunk volna, nem hiszem, de az biztosnak látszik, hogy valamilyen irányított idegen energia okozza a zavarokat a Holdon. Úgy vélem legfontosabb feladatunk, hogy ennek nagyságát, elhelyezkedési rendjét és forrását felkutassuk. Egyet értek Kocsis professzorral. Tudomásul kell vennünk, hogy a veszély nagy. Ha ezt az eddig szelíd, de könnyen támadóvá változható energiát nem tudjuk felderíteni és megsemmisíteni, elpusztul a Holdállam. Képzeljék el, hogy mi történik, ha 980 nap múlva megszűnik itt a levegő és vízszolgáltatás, a világűrbe repül a központi konyha és az élelmiszer raktár, és 24 rendkívül fontos kupolaváros. Sajnos arra már nincs időnk, hogy a veszélyeztetett területet kiürítsük, illetve áttelepítsük. És semmi értelme sem lenne. Új helyükön esetleg ismét megtámadná őket ez a kedves idegen. Pierre-nek igaza van. Összefoglalnám. A minket fenyegető veszély méretéről immár fogalmat alkothatunk. Fontosnak tartom azonban, hogy ne essünk pánikba, és minden erővel akadályozzuk meg annak országos vagy világméretű kitörését. Tehát, teljes hírközlési tilalmat rendelek el. Javaslom, hogy Perez Castuérot kérjük fel az idegen energia felderítését célzó expedíció megszervezésére. Minden eszközt rendelkezésére bocsátunk. Vállalom. Úgy vélem, 4 graviplán megbirkózik a feladattal. A pilótákat én szeretném kiválasztani. Megkap mindent. Teljesen szabadon cselekedhet. Köszönöm. Hát akkor úgy gondolom, ha senkinek nincs mondani valója, az értekezletet... Bocsánatot kérek! Tessék, fiacskám! Mondani akarsz valamit? Csak az, hogy ne tessék félni. A bácsi nagyon kedves volt. És megígérte, hogy nem bánt senkit. Anyukám, anyukám, beláthatod, mi igazán nem maradhatunk ki ebből az akcióból. A graviplánok abszolút biztos közlekedési eszközök. A föld legjobb pilótái fogják vezetni. De Sirius bácsi, Berci, Rita és én is ott szeretnénk ülni mellettük. Mint a mérőműszerek kezelői. Édes kisfiam, nem volt eleged az életveszélyes kalandokból. Gondolj arra, hogy Pintont eltüntették. Ha valóban eltüntették, vissza is adták. Adam, kérlek, segíts, beszélj le a fiadat. Nem hiszem, hogy sikerülne. Ezek a gyerekek már félig felnőttek. Sokkal érettebbek, mint mi voltunk az ő korukban. Elkezdték ezt a munkát, és végig akarják csinálni. Professzor úr, magának is ez a vélemény? Hát persze. A gesztenye azért, aki kikaparja. Nálunk ezt így mondják. Csak menjenek a gyerekek, így tanulnak meg a maguk lábán járni. Azaz a maguk szárnyával szállni. Büszke vagyok rájuk. Na jó, akkor megpróbálok én is büszke lenni. Anyuka, drága anyukám, te vagy a legjobb, legszebb, legokosabb nő a világon. Na, látod már, ez is megért. Egyébként nekem is az a véleményem, hogy odafönn nem fenyegeti őket semmi veszély. Sétarepülés lesz. Gyorsan tájékoztassuk a kedves 20. századi hallgatót, miről is van szó. A 4 graviplán a veszélyeztetett kör 4 átellenes pontján, keleten, nyugaton, északon és délen várt ránk. Én a keleti gépbe szálltam, Pierre a nyugatiba, Berci az északiba és Rita a délibe. Az én gépemet Castuero vezette. A graviplánok a holdfelszínről indultak, és mi szkafanderben érkeztünk a starthelyekhez. A vezérlőfülkében azt levetettük védőruhánkat, mert ott levegő volt, és kitűnő légnyomás kiegyenlítő, hőmérséklet szabályozó automaták működtek. Ja, és majd elfelejtettem, a graviplánok magukkal vittek egy-egy számítógéppel egybekapcsolt graviméter. A műszer kifejező egysége megmutatta, hogy a hold gravitáció csökkenése különböző magasságban mérve a távolságnak megfelelően normális-e vagy eltér attól. A graviplánok természetesen ultrarövid hullámú összeköttetésben álltak egymással. Figyelem, figyelem! Jelentkezzetek! 2-es? Jelen! 3-as? Jelen! 4-es? Jelen! 10 másodperc múlva start! 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4,
Három, kettő, egy, zéro. Kettes sebesség, tenge irány. Kettes sebesség, tenge irány. Kettes sebesség, tenge irány. Kettes sebesség, tenge irány. A tenge irány pontos megtartását a négy start helyen egy-egy a középtengellyel párhuzamos lézersugár biztosította. Mindegyik graviplán a maga érzékelőjén vette a saját lézersugarát. Ilyen formán emelkedés közben mindig a 48 kilométer átmérőjű kör kerülete fölött voltunk. A kettes sebesség egyenlő 1000 méter per szekundummal. Óránként 3600 kilométer. Graviplán, cammogás. Mit is mondjak még? A hold napos oldaláról indultunk, és láttuk egymást. A velünk szemben pontosan 48 kilométer távolságban emelkedő gép csillogó ezüstpont volt. A jobb és baloldali szomszéd megközelítően 34 kilométerre ragyogott. Magasság 1000 kilométer. Megállás. Megálltunk, megálltunk. Megálltunk. Korrigáljátok a lézersugár irányát. Lézerpont a kereső kereszten. Lézerpont a kereső kereszten. Lézerpont a kereső kereszten. Lézerpont a kereső kereszten. Most mind a négy gép pontosan a kör kerületén áll. Gravitáció mérés. Sirius bácsi, a mérleg normális gravitációs értéket mutat. Nincs csökkenés. Nálam is. Itt sincs rendellenesség. És itt sincs. Tehát kívül kerültünk a 48 kilométeres körön. Nem, pontosan a kerületen állunk. Akkor pedig az energiasugár nem henger alakú. Igazad lehet, fiú. Irányított sugárzást tételeztünk fel. Egy pontból irányított sugárzást. Akkor pedig a sugarak lefelé szélesedő kúpalakban érkeznek. Fölfelé tehát egyre rövidül az átmérő. A kör kerülete tehát lejjebb keresen. Graviplánok, vízszintesen indulunk a középpont felé. Nagyon lassan, mínusz tízes sebességgel. Figyeljétek a gravimétereket. A megtett út méterben 50, 70, 90, 110. Stop! A műszer kilengett. Itt van a csökkenő gravitáció határa. Nálunk is. Nálunk is. Nálam is. És a középponthoz mindegyik gép pontosan 120 métert közeli. A sugárzás tehát kúpalakú. És a rejtélyes kör itt már nem 48 kilométer átmérőjű, hanem 240 méterrel kevesebb. Azt tanácsolom, röppenjünk fel 10.000 kilométerre. Castuero kiadta a parancsot. Négyes sebességre kapcsoltunk, és 10.000 kilométer magasan újra stoppoltunk. A mérőműszerek, ahogy sejtettük, normális gravitációt mutattak. Ismét közelítettünk a középpont felé, és 1200 méternél találtuk meg azt a pontot, ahol a műszerek a gravitáció csökkenését ismét jelezték. Barátaim! Nagyon szép, szabályos kúbformára bukkantunk. A kör átmérője itt már 2400 méterrel rövidebb. Ez tízszerese az előbbinek. Ki tudja gyorsan kiszámítani, milyen távolságban van a sugárzás középpontja, azaz a kúb hegye a holdtól? Roppant egyszerű. Ha 10.000 kilométernél 2,4, akkor 100.000-nél 24, 200.000-nél 48, azaz 200.000 kilométernél 48 kilométerre rövidebb a 48 kilométeres átmérő, vagyis nulla. Tehát a hold felszínétől 200.000 kilométerre van a kúb csúcspontja. Innen indul ki a sugárzás. Helyes a számítás, Berci, de javaslom, hogy ellenőrizzük 20.000-nél is. Megtörtént. Minden egyezett. Itt az átmérő pontosan 4,8 kilométerrel volt rövidebb. Graviplánok, figyelem! A felderítést befejeztük. Elrendelem a leszállást.
Helyesen tette, hogy visszaparancsolta a gépeket, kedves Castuero. Úgy látszik, sikerült megállapítani, hogy a rejtélyes energianyaláb centruma 200 000 kilométer magasságban keresendő. Így van, kormányzó úr. Ott kell lennie valaminek, valami rendkívül kisméretű, innen semmiféle tápcsővel, műszerrel nem látható energiabirtokosnak, amelynek ereje a hold gravitációját bizonyosokig képes legyőzni. Lehetséges ez, kapitány? Feltételezhető. Gondoljon, kormányzó úr, a földi árapályra. A hold tömegvonzása a tengerek vizét 10-12 méterrel is meg tudja emelni. Egy szóval tudjuk végre, hogy a tettest hol keressük. Most már csak nyakon kell csípni. Nem lesz könnyű, apa. Nem szívesen közelítenék meg ekkora energiamennyiséget. Nem kell senkinek megközelíteni. Majd felküldünk számítógépes automatákat. Fel is küldtünk, vissza is jöttek, de nem találtak semmit. A 25. század legmodernebb masinái kutatták, keresték, vizsgálták, pásztázták a világűrt 200 000 kilométer magasságban, pontosan a kör középpontja fölött, néhány centiméteres szuperpontossággal, de nem találtak ott az égvilágon semmit. És közben múltak a napok, és a laskatészta súlya naponta 1000-kel csökkent, már 32 kiló hiányzott az 1000-ből. Castuero bácsi, mégiscsak fel kellene repülnie oda egy embernek, hogy megállapítsa, miért nem jeleznek a gépek. Mi van ott? Felelőtlenség lenne megközelíteni azt az energiaközpontot, amíg nem ismerjük lényegét. Meg kell találnunk a módját, hogy valamilyen szerkezet hírt hozzon róla. Igen. Megvan. Küldjük fel Csibészt. Csibészt? Miért éppen Csibészt? Mert ő lát, hall, képet, hangot rögzít, informál. Vagy ott pusztul. Némi kockázattal valóban jár a dolog. De hát mégis inkább egy gép, mint egy ember. Hát, na jó, nem bánom. Beleegyezem Csibész felküldésébe. Bevallom, csak azért egyeztem olyan könnyen bele kedves Csibészem űrutazásába, mert már akkor motoszkált bennem egy terv. Felkerestem Bercit. Jó oldat, Pierre, mi újság? Barátom vagy? Azt mondják. Fogadd meg, hogy amit megtudsz, titokban tartod. Megfogadom. De mire? Add szabad, nekem az elég. Szavamat adom. Tudd meg, én is felrepülök Bercivel az űrbe. Megengedték? Nem. Titokban megyek. Elbújok a graviplánban. Elbújunk? Itt Pierre, Sirius bácsit keresem. Én vagyok. Kapcsolj a képre. Mi történt veled, Pierre? Karikások a szemei. Iszonyú fejfájás gyötör, Sirius bácsi. Nem tudom, hogyan leszek holnap reggel. Nem kell kijönnöd Csibész startjához. Felküldjük nélküled is. Feküdj le, vigy be valami csillapítót, és aludd ki magad. Itt Berci! Sirius bácsit keresem! Én vagyok. Kapcsolj képre! Szent Amperre! Hogy nézel ki, Berci fiam? Mitől dagadt meg az arcod? A fogam, Sirius bácsi! Őrültem, fáj! Azonnal menj be a fogászatra! Félek! Ha kihúzzák, vagy csinálnak vele valamit, esetleg nem lehetek ott, Csibész holnap is tartjánál! Első az egészség! Menj csak orvoshoz. Legfeljebb nem leszel ott. Felküldjük Csibészt nélküled is. Köszönöm, Sirius bácsi. Itt Berci. Hogy sikerült, Pierre? Remekül. Egy kis festéket kettem a szemem alá. Én egy cikk almát dugtam a számba. Az a fő, hogy Sirius bácsi nem sejt semmit. Szól 24-kor találkozunk.
a megbeszélt helyen. Jó holdat, Castuero barátom! Jó holdat, kapitán, csak nincs valami baj. Történt valami? Csekésig. Tulajdonképpen számítottam rá. Majd holnap elmondom. Most azért hívtam fel, hogy megkérjem, legyen ott egy fél órával korábban. Jó. Kisé módosul csibész startja. Szól 24-kor találkoztam Pierre-vel. Gyorsan! Gyorsan! Igyekeznünk kell! A hangármester elment reggelizni. A gravitplánt nem őrzi senki. Most bejuthatunk. Egyszerűen besétáltunk az óriási hangárba. Ott csillogott az orrunk előtt a gyönyörű távvezérlésű gravitplán. Az ajtaja nyitva. Pokoli szerencsénk van, gondoltam. Besúrrantunk, gyorsan felöltöttük szkafandereinket, és elbújtunk az üres csomagtérben. Türelmesen várakoztunk. Szól 22-kor mozgást érzékeltem. A gép teste megresztült. Bercivel csak a sisakjainkba épített rádión keresztül tudtam beszélni. Berci, érzed? Igen. Most tolnak ki minket a hangárból. Csibész bizonyára elhelyezték már az utastérben. Most búgást hallok. Beindultak a hajtóművek. Startoltunk! Hurrá! Hurrá! Előre a nagy kalandra! Majd adok én nektek nagy kalandot. Elveszem a jó kedveteket, nem fogtuk hurrázni. Sirius bácsi, honnan tetszik beszélni? Az űrkikötőből. Sirius bácsi tudta, hogy itt vagyunk? Azt képzeltétek, hogy egy kis szemöldök festékkel, meg egy fél dióval félrevezethettek? Alma volt. Tessék mondani, Castuero bácsi is tudta? Szerencsétekre tudtam, különben már alig ha élnétek. A gépet nyitott tetővel akartuk felküldeni. Ó, erre mi is számítottunk. Szkafanderben vagyunk mindketten. 6 óra levegünk van. Csibész! 3 csibész a gravitplánon. Elhangzott Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. Második rész. Csibész a világűrben. Ismertetjük a szereposztást. Sirius kapitány Csákányi László. Kocsis Berci Petrik József. Pierre Renard Harkányi Endre. Rita Steff Örkényi Éva. Pinton László Marci. Kocsis professzor Rutka Jottó. Adam Renard Kéri Gyula. Helga a felesége, Lóránt Hanna. Perez Castuero, Nagy Attila. Knox kormányzó, Képesi József. Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. Harmadik rész. Hány nap az élet? Ha,
3 csibész a graviplánon. Ezt Castuero bácsi mondta legutóbbi adásunk végén. Aztán még a következőket tette hozzá. Most már levehetitek a szkafandert, menjetek ki csibészhez az utastérbe és figyeljetek. Tartsátok nyitva a szemeteket. Bármi gyanúsat láttok, azonnal jelentsétek. Igenis, Castuero bácsi. Csibész farcsóválva nyugtázta jelenlétünket. Mi meg elfoglaltuk helyünket a vezérlő fal előtt. Na, sok dolgunk nem lesz. Mindent az automatika intéz. Vajon a körkerületinek melyik pontján emelkedünk? Nem hallgatózunk, de halljuk minden szavatokat. Válaszolok a kérdésre. A varázskör déli pólusától startoltatok. Pontosan, merőlegesen emelkedtek, viszonylag lassan gyorsítva, majd végezve. 2 óra alatt éritek el a 200 000-es magasságot. Akkor pontosan 24 kilométerre lesztek az energia középpontjától, a kúp csúcsától. Ezt lassú, óvatos, vízszintes repüléssel közelítitek majd meg, dél-észak irányba. Köszönjük a felvilágosítást, Sirius bácsi! Most el 2 óra hosszat a gárszundíthatunk is. Inkább memorizáljátok az eddig történteket. Igenis, tehát memorizálunk. Kezdem. A központi konyha nyersanyagának súlycsökkenésébre rájöttünk, hogy a hold napi 1000-eléket veszít a gravitációjából. Az is kiderült, hogy nem az egész égitest, hanem csak egy 48 kilométeres átmérőjű, kör alakú kis része a rajta levő élő és élettelen tartozékokkal. A súlycsökkenés, mint már mondtuk, napi 1000-elék, s mivel a rendellenességnek ma van a 35. napja a holdon, az érintett felületen minden kilóból már 35 gram hiányzik. Eddig helyesen foglaltátok össze a történteket. Tovább is helyes lesz. Kinyomoztuk, hogy az egyes számú kupolaváros fölött pontosan 200 000 kilométer magasságban van az a pont, ahonnan a kúplakú gravitációtól van sugárzása elindul. Most éppen oda repülünk, hogy ezt a titokzatos pontot felderítsük. Ez is sikerül. No, pár szót még a 3 eltűnésről. Készséggel, bár véleményem szerint ezeknek az eseményeknek nincs semmi közük a támadó kúphoz. Tehát, előtt Pinton várjátékából tűnt el néhány piros műkavics, aztán Leonida néni kertjéből egy centifólia rózsa, ez utóbbit később elégett szárral megtaláltuk. Végül maga Pinton vált láthatatlanná 1-2 percre. A kisfiú azt állította, hogy egy kedves bácsival beszélgetett, akit viszont senki nem látott, nem hallott. Az energiacentrum felderítésére a legkülönbözőbb okos gépeket küldték fel, de mind dolga végezetlenül járt. Ekkor esett a választás csibészre, amely gép ugyan, de embermódra gondolkozik. Csibész az én tulajdonom. Tavaly nyáron nekem készítette Berc édesapja, Kocsis professzor, a híres fizikus. Látszólag beleegyeztem csibész utaztatásába, titokban azonban Berci barátommal elbújtunk a graviplán csomagterében. Start után kiderült, hogy ügyetlenül szerveztük meg potyautunkat, mert Sirius kapitány és Castuero bácsi mindenről tudott. Most itt ülünk a gépben, csúfosan leleplezett összeesküvő. De mégis boldog nyomozók. Hát, ha ez az útunk sikerrel jár. Úgy legyen. Figyelem, fiú. Már 180 000 kilométer magasan jártok. Pár perc múlva eléritek a 200 000-et. A graviplán tiszta plexiteste minden irányban szabad kilátást biztosított. Csodálatos volt a világűr parádé. A hold, pontosan a talpunk alatt, teljes fényben ragyogott. Valamivel több mint 2-szerese volt a földi képének. A jó öreg föld pedig fejünk irányában, a bársony fekete égen kékesen szolarizáló keskeny sarlóját mutatta. Legalább 4-szer nagyobbnak tűnt a holdnál. Nagyszerű látványosság! Soha ilyen szépet! Nocsak, nocsak! Nem sétarepülésen vagytok. Első a precíz munka. Pontosan 200 000-ig emelkedtetek. A gép megáll. Most percenként 10 kilométeres szammogással elindultok horizontálisan a centrum felé. Jól nyissátok ki a szemeteket. Csibésznek csavarjátok meg az orrát. Gyere, csibész!
A megfigyelő műszerek kifogástalanul működnek. A képernyőn semmi. Optikai megfigyelés? Szintén semmi. A gravitlán megállt. Centiméternyi pontosággal az energiakúp csúcspontján álltok. Kell ott lennie valaminek. Elektronikus tapogatónk sem jelzi idegen tárgy jelenlétét, pedig 1000 kilométerről még egy borsószemet is észrevesz. Ravasz dolog ez, Castuero bácsi. Ez a gravitáció tolvaj bizonyára érzékelte közeledésünket és megpucolt. Nem pucolt meg! Ott kell lennie! Mérlegeink e pillanatban is 35 000-es súlyhiányt mutatnak. Az ismeretlen erőközpont tehát a helyén van, és működik. Már pedig itt nincs az égvilágon semmi. Fejünk fölött a vékony földcsarlót látom. Körülöttünk millió és millió csillagot, pontosan a talpunk alatt a hold nagy ezüsttányérját. A hold... Perci! A hold! Nézd csak! Azám! A hold! Na hát ilyet! Na, mondjátok már, mit láttok? Szabályos, kör alakú fekete foltot a hold testén. Hol van is? Mekkora? Jelentem, pontosan a centrumban, és kicsi. Kicsi? Micsoda meghatározás ez? Hát nem tudom megalapítani, hogy mekkora. Attól függ, milyen messze van tőlünk. Ne ügyetlenkedjetek! A radar azonnal megméri. Nem méri, Sirius bácsi. Már rég befogtam a radarral, de egyszerűen nem veri vissza a sugarat. Ezer kis medve balond beszéd. Úgy van, ahogy Berci mondja, tessék hinni nekünk. De javaslok valamit. Hallgatom. Felnagyítottam a folt képét az ikonoszkópon. Nagyságát pontosan bejelöltem a skálán. Tessék átadni nekünk a graviplánt kézi vezérlésre. Közelíteni fogunk a folthoz. Amikor kétszeresére növekszik az átmérője, illetve a látószöge, akkor jó közelítéssel fele távolságra leszünk tőle. Az adatokból a kisokos... Jó, elhiszem. Ez így helyes, de nem szívesen bízom rátok a graviplánt. A közelítés veszélyes is lehet. E pillanatban semmi rendellenességet nem észlelünk. Ha a legkisebb zavar mutatkoznék, megígérem, azonnal megállunk és távolodunk. Rendben van. Csináljátok. Átkapcsoltam. Köszönjük. Indulunk, Berci. Én figyelem a látószöget és az átmérőt. Én meg pontosan a kereső hajszálkereszt közepébe tartom a foltot. 1000 kilométer. 2000? 3000? Szépen növekszik. Nincs nagyon messze. 5000? 6000? Stopp! Átmérő és látószög kétszeres. Távolság, amit megtettünk, 6250 kilométer. Kisokos hiei. Megvan. A fekete folt pontosan 3 kilométer átmérőjű kör. Mindent hallottunk, ne közelítsetek hozzá. Jelentem, megálltunk. No, Berci, kiszámoltad-e már a kisokosról, hogy mi az összefüggés az energiakúp és a fekete folt között? Igenis, ki. A folt 12500 kilométerre helyezkedik el a kúp képzeletbeli csúcspontjától, pontosan ott, ahol a kúp testének a tengelyre merőleges átmérője 3000 méter, azaz 3 kilométer. Vagyis nem a csúcspontból indul ki a gravitáció tolvaj sugárzása, hanem ebből a 3 kilométeres fekete micsodából. Eddig azért nem találtuk meg, mert rossz helyen kerestük. Bravo, bravo! Sirius bácsi, a legcsekélyebb jelét sem tapasztaljuk, hogy ez a folt valami veszedelmet sugározna mifelénk. Valószínű, hogy teljes energia mennyisége a hold irányába koncentrálódik. Szíves engedelmével óvatosan megközelítenénk. Nem! Megtiltom. Azaz, megengedem, hogy a kúp tengelyére merőlegesen 10000 kilométerre eltávolodjatok, és ott 6250 kilométert ereszkedjetek. Akkor pontosan egy vonalban lesztek vele. 10000 kilométer távolságban. És megfigyelhetitek oldalról. Köszönjük! Így is jó lesz. Pierre! Mit? Egy szót se. Meghallják odalent. Azért ijedtem meg, mert látom ám,
hogy Pierre babrálja az automata horizontális mutatóját. Felpiszkálta 2 nullával. Csak 100 kilométer utat tettünk meg, de a műszer 10 000-et mutatott. Nálunk is, és Sirius bácsiéknál is a földön. Jelentem, 10 000-re eltávolodtam. Kezdem az ereszkedést. Peci, figyeld a műszereket. Ezer, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, stopp! Jelentem, a kijelölt helyet elfoglaltuk. Mit láttok? Roppant érdekeset. Ez a fekete micsoda oldalról is kör alakban takarja a csillagos eget. Oldalról is szabályos kör. Ez esetben tehát alakja nem 2-dimenziós körlap, hanem 3-dimenziós gömb. Mit láttok még? Semmit. Vizsgáljátok ikonoszkópon át. Azon néztük. Az irányba állított parabolatükör behozta az ernyőre a világűr millió csillagát, és a kép közepén egy szabályos kör alakú fekete semmit. E mértanilag pontos körön belül eltűnt minden csillag. Csak suttogni mertünk. Pierre, Baba. Itt terpeszkedik az orrunk előtt ez a fekete gömb, eltakarja a csillagokat, de őt magát nem látjuk. Pedig a nap felé eső oldalát egy megvilágított félgömböt látnunk kellene. Pierre, mit gondolsz? Iszonyú furcsának tartom, de nem nézem veszélyesnek. A sugárzásmérők nullán állnak. Te, Berci, megtartva a 100 kilométeres távolságot, lassan körülrepülöm. Beleegyezel? Miért kell beleegyeznem? Mert itt már nem babra megy a játék. Az életünket kockáztatjuk. Rendben. Beleegyezem. Miért indultatok el? Jelentem, majdnem helyben kicsit körözünk. Az ikonoszkóp látószögén javítunk. Rendben. De ne távolodjatok el messzebbre. Igenis. Nézd, ahogy változtatjuk a helyünket, a fekete gömb mögött jobbról csillagok tűnnek el, mögülre balról csillagok tűnnek elő. Tehát ez a fekete micsoda? Sűrű anyag eltakarja a mögéje kerülő egyéb anyagokat. Tehát mifajta anyag ez, amelyik nem látszik? Olyan, mint egy fekete lyuk. Mit mondtál? Hogy mit mondtam? Azt mondtad, olyan, mint egy fekete lyuk. Fekete lyuk? Valóban, olyan, mint egy fekete lyuk. Most, szokásunkhoz híven, megállítjuk a cselekményt egy percre, mivel a kedves 20. századi hallgató nem tanulta, vagy ha mégis, esetleg elfelejtette, hadd magyarázzam meg, mi az égbolton a fekete lyuk? Egy haldokló csillag életének utolsó fázisában egyre kisebbre zsugorodik. Anyaga eközben a centrumába préselődik össze hihetetlen sűrűségű tömbben. Egyidejűleg a felszíni nehézségi gyorsulás, a gravitáció rohamosan növekszik, mire a hajdan sok-sok millió méter nagyságrendű csillag átmérője 3 kilométerre zsugorodik, gravitációja, visszahúzó ereje olyan iszonyú méretű lesz, hogy a reáeső fénysugarakat is befogja. Visszaverődésüket megakadályozza, sőt, már a belőle kilépni akaró fénysugár sem tudja elhagyni. E pillanattól kezdve a csillag láthatatlan. Fekete lyuk a térben. Három kilométer. A fekete lyuk 3 kilométer átmérőnél kezdődik. És ez itt előttünk éppen 3 kilométer. Pierre! Berci! Miért hallgattok, Berci? Csak nem történt valami? Nem, semmi baj. Minden teljesen rendben. Jól vagyunk. Figyeljük a foltot. De zavart okoznak a rádiónk hullámai. Engedelmükkel 5 percre megszakítanánk az összeköttetést.
Na, nem bánom, de 5 perc múlva pontosan jelentkezzetek. Igenis. Mit szólsz a cselemhez? Most nyugodtan beszélgethetünk. Tehát ez itt egy fekete lyuk. Azt mondtam, nem azt mondtam. Olyan, mint egy fekete lyuk. Így fogalmaztam. De csak olyan, anélkül, hogy az lenne. Mivel bizonyítod, hogy nem az? Egyszerű. Egy fekete lyuk milliószorosan megnövekedett gravitációja már régen magához szippantott volna minket holdastól, földestől. Vékony palacsintává lapulva részei lennénk már a tömegének. Nem repülgethetnénk körülötte alig 100 kilométerre. Azon kívül egy természetes fekete lyuk nem tapadna ilyen óvatosan, finoman a kis holdhoz, nem irányítana energiáját szép szabályos kupolatban rája, nem cserni el naponta gravitációnk egy ezrelékét, s főleg nem érne véget a határa 120 méter milyen a felszín alatt. Természeti erő ilyet nem tesz. Meggyőztél, tökéletesen igazad van. Ez nem lehet fekete lyuk, de tagadhatatlan, néhány olyan tulajdonsággal rendelkezik, mintha az lenne. Mi következik ebből? Megmondom. Hogy az a valaki vagy valami, aki ezt az energiát a nyakunkra telepítette, ismer olyan új természeti erőket, birtokában van olyan új törvényeknek, amikről mi eddig nem is álmodtunk. Javaslom, tiszteljük a rettenetes erejű ismeretlen, és szedjük a sátorfánkat, amíg tudjuk. Egyetértek. Keresem Sirius bácsit! Keresem Sirius bácsit! Itt Sirius, hallom! Leszállnánk Sirius bácsi, és odalent bevallunk mindent! A bizottság figyelmesen meghallgatta Pierre Renard és Kocsis Berci vallomását, jelentését. Alapos megfontolás után a következő határozatot hozta. Nevezetteket megrovásban részesíti engedély nélküli felszállásukért. Ugyanakkor megdicséri bátor magatartásukat, okos előrelátásukat, és megállapítja, hogy az általuk felderített tényállás rendkívül értékes adatokhoz juttatta a bizottságot. Felkérem Perez Castillo mérnök urat, ismertesse az ezügyben felvett részletes jegyzőkönyvet. Jegyzőkönyv. Felvétetett földi időszámítás szerint a 2463. esztendő július havának 15. napján. Helyszín a Hold egyes számú kupola városa. Megállapítást nyert, hogy Holdunk felett az egyes kupolaváros merőleges tengelyében 187.500 kilométer magasságban egy 3 kilométer átmérőjű, ismeretlen anyagú fekete gömb tartózkodik, mely irányított sugárnyalábot bocsát a Holdra. Ez a sugárnyaláb a Holdra érkezésekor egy 48 kilométer átmérőjű, kör alakú területet borít be. Megállapítást nyert még az is, hogy a sugárzás minden bizonnyal szívó hatású. Ezért e körön belül minden személy és tárgy, de a Hold szilárd kérge is, mintegy 120 méter mélységig, súlyából naponta 1 ezreléket veszít. Ma, e beavatkozás 38. napján már 38 ezreléket. Feltételezhető, hogy a sugárzás nálunk sokkal fejlettebb idegen lények támadó fegyvere. Céljuk az lehet, hogy a kiszemelt 48 kilométer átmérőjű holdkéreg korongot 962 nap múlva, amikor már teljesen súlytalan állapotban lesz, minden rajta lévővel együtt kiemeljék a helyéből, és elragadják az űrbe. Mivel a szóban forgó területen a holdi élet fenntartását szolgáló legfontosabb létesítmények foglalnak helyet, elsősorban a levegőt és vizet szolgáltató gyárak, központi konyha, élelmiszerraktárak, stb., s ezek pótlása, biztonságos helyen történő újraépítése ilyen rövid idő alatt el nem képzelhető, tudomásul kell vennünk, hogy a Hold emberi lakóhely számára
rövidesen alkalmatlanná válik. Mintegy 10 000 lakosát ki kell telepítenünk, városai, űrkikötői, gyárai, bányái pedig elpusztulnak. Azt nem! Azt már nem! Nem vagyunk türelmes birkák, hogy vágóhídra hagyjuk magunkat cipelni. Nem nézhetjük tétlenül az emberiség legszebb művének megsemmisülését. Nem és nem! Ha nem, mit tenne, kapitány? Mit tennék? Mit tennék? Mit is tennék? Tudom már. Először is lehallgatnám Csibész Magnó felvételeit. Hát, ha hallott olyas valamit, amit emberi fül nem érzékelhet. Knox kormányzó dolgozószobájában jött össze a tudós bizottság. Csekélységem kezelte a csibészbe épített magnó. Csibészkém, kezdjük. Na, kérem az orrodat. De kényes lettél, csend! Figyeljünk! Kedves élőlény, bocsánatodat kérem, hogy zavarni merészellek, de feltétlenül szót kell értenem veled. Te nyilván egyike vagy e hely bölcseinek, hiszen kisebb vagy a többinél. Állítsd meg, te vagy Merci. Itt a legkisebb. Megtörtént. Nem értem. Ez kinek a hangja? Mikor készült ez a felvétel? Nem tudom. Én sem. De én tudom. Ez a bácsi, aki beszélgetett velem, amit nem akartatok elhinni. A bácsi, amikor az urántbánya előtt Pinton eltűnt. Akkor ott állt mellette csibészi. Mi emlékszem, hogy amíg titeket vártunk, Pinton unalmában csibészre játszott, csavargatta az orrát. És nyilván bekapcsolva hagyta óriási szerencsénkre. Ez tehát a titokzatos bácsi hangja. De hogyan vehette fel ezt a hangot a gép, amikor ti nem hallottatok semmit? Ezt apától tessék megkérdezni. Professzor úr, meg tudná magyarázni a dolgot? Hogyne, nagyon szívesen. Csibészben nem valami régi módi mikrofon van beépítve. Az érkező szöveg képek és mozgások formájában a beszélő személy bioáram körében elektromos hullámokká alakul, ezeket a hullámokat veszi át Csibész bioáramérzékelője, és alakítja vissza képekké, mozgássá, cselekvéssé. Például, ha a beszélő bármilyen nyelven azt mondja és gondolja, hogy asztal, a bioáram értékelőre megérkezik az asztal képe, és Csibész kimondja, vagy magnóra felveszi a mi nyelvünkön az asztal szót. Nyilván így módon, azaz bioáram hullám átvitel segítségével értett szót Pinton is a bácsival. Hallgassuk hát meg előről. Kedves élőlény, bocsánatodat kérem, hogy zavarni merészellek, de feltétlenül szót kell értenem veled. Te nyilván egyike vagy e hely bölcseinek, hiszen kisebb vagy a többinél. Te vagy itt a legkisebb, s mint ilyen a legokosabb. Érzem, hogy félsz tőlem. Kérlek, ne félj, nem akarlak bántani. Nem szabad senkit és semmit sem bántanom. Ezzel az utasítással küldtek. Könyörgök, közöld velem. Képtelenség, ez sem nyílik meg. Tévedtem, ismét tévedtem. Ez az ismétlődő fiaskó lesújt. Ez borzasztó. Ennyi. Ki lehet ez a lény? Szavai alapján embernek vélném, de a gondolkozása, a logikája nem emberi. Te vagy itt a legkisebb, és mint ilyen a legokosabb. Miért gondolja, hogy a legkisebb a legokosabb? És a megszólítás kedves illüli, és a panasza, hogy nem nyílik meg, nem, ember, ember így nem beszél. Hallgassuk tovább a magnót, hát ha van rajta még valami. Hallgassuk. No, végre mégiscsak észrevették jelenlétemet, és reagálnak rá, közeledik valami iszonyú régi szállítóeszköz, benne két ostoba, nagyobb bacska, és egy 4 nyúlványú, vízszintes kicsi. A prokionra! Ezek mi vagyunk a graviplánba. Két ostoba nagyobb bacska,
És te, 4 nyúlványom vízszintes. Nekem van becsületes nevem. Van ám, de azt a bácsi nem tudja. Mi meg nem tudjuk azt övét. Na látod, tehát kvittek vagyunk. Na de figyeljünk, mit mond? Szépen közelítenek lényemhez, óbe jó lenne, ha belém szállnának, megnyílok előttük, és várom érkezésük, de nem teszik, megálltak, pedig ha ezekkel sem értek szót, nem tudom, mi lesz. Félek, nagyon félek, hogy végül is erőszakot kell alkalmaznom, pedig azt nem szabad, de mit tegyek, ha nem sikerül semmi, nem nyílik meg senki, mit csináljak. Vége. Nincs több. Nos, az lehet, hogy ő nem tudja, mit csináljon, de annál inkább tudom én. Megyek és meglátogatom a bácsit. Majd én megnyílok előtte. Éjjel, Sirius kapitány! Éjjel, Sirius kapitány! Megyünk és meglátogatjuk a bácsit. Megyünk és meglátogatjuk a bácsit. Mentek ám az ágyatokba hajcsikálni. Anyukátok majd álomba ringat titeket. Velem erre az útra gyerek nem jöhet. Titkos összejövetelünket anyukám munkahelyén a központi könyvtár egyik raktárában tartottuk meg. Egyesével lopakodtunk ide, hogy ne keltsünk feltűnést. Az értekezletet megnyitom. Jelen van Kocsis Berci, Rita Steff, Pinton Castuero, Csibész és jó magam, Pierre Renard. Napirendünk első pontja, korelnök választás. Javaslom, hogy ne majmoljuk a felnőttek szokásait. Nálunk ne a legidősebb, hanem a legfiatalabb taktársunk legyen a korelnök. Helyes. Ilyen Pinton taktár. Ilyen. Pinton, közfelkiáltással megválasztottunk korelnöknek. Foglald el méltó helyedet a létra tetején. Köszönöm, felmászom. Mit kell csinálnom? Majd súgok. Mondjad. Második napirendi pont. Tiltakozásunk megfogalmazása az ellen. Hogy kirekesztenek minket. A bácsi akcióból. Előadó Pierre Renard. Halljuk. Tisztelt értekezlet. Immár harmadszor történik meg, hogy a felnőttek gátat emelnek cselekvésünk útjába. Így van. Első alkalommal Kocsis professzor segítségével sikerült a tiltakozó szülők engedélyét megszerezni. Így van. Másodszor engedély nélkül furfangot alkalmazva lopakodtunk Berci barátommal a graviplánra, hogy lyukainkat érvényesítsük. Most minden eddiginél nehezebb a helyzetünk, hiszen legjobb barátunk, Sirius bácsi fordult ellenünk. Gyalázat! Levele! No, azért ne gyaláz Sirius bácsit, hiszen ő csak azért tiltakozik a mi közreműködésünk ellen, mert félt minket. Félt a bácsitól. A bácsit szeretem. Szívesen beszélgetnék vele. A bácsi jó. Nem bánt. Ezt kellene valahogy elhitetni szüleinkkel. Majd én megmondom nekik. Ja, semmit sem érne. Sem a te szavad, sem a miénk nem nyom annyit alatba, hogy megpújítsa őket. Akkor mondja meg, Csibész. Nem rossz. Csibész? Igen. Csibész. Zseniális ötlet, töpörtű. Honnan szereztettem érdek eszedet? Leltem, nyertem, kerestem, termesztettem. Te, ha még egy ebetűsz mondat, mentem, megeszlek nyersen. Na, elég a mókából. Komoly dologról van szó. Pinton javaslata megfontolandó. Persze az volna igazán célra vezető, ha Csibész közvetítésével maga a bácsi jelentené ki, hogy velünk és csak is velünk hajlandó tárgyalni. És bántatlanságot ígérne. Azt hiszem, ennek semmi akadálya nincs. Elment a józan eszed, honnan keríted elő a bácsit? A zsebedből? A bácsit? Sehonnan. De a hangját? Adám! Nagyszerű! Hát te minek örülsz olyan nagyon? Jaj, meg lesz a bácsi! Hát ilyen remek hangutánzó. Az iskolában minden tanár hangját tudja utánozni. Még az igazgató bácsit is, meg mindenki. Jó, pompás! Hát akkor minden rendben.
Fogalmazzuk meg gyorsan a bácsi nyilatkozatát. Ez csalás. Mit morogsz, öcskös? Azt morgom, hogy ez csalás. Kegyes csalás a szent cél érdekében. Jó holdat, Leonida néni! Isten hozott, kedves! Jó holdat, Leonida néni! Mindjárt itt vagytok. Na, csak befelé. Viktor Sirius már vár titeket. Készítettem finom uzsonnát. Sirius bácsi tudta, hogy jövünk. Tudta bizony, hogy ne tudta volna. Mondta is, Leonida, ma várom a gyerekeket. Itt lesznek valamennyien, meg az a kedves kutyus is. Gyere ide, csibészkém! Hogy féltem tőled? Emlékszel? Aranyos kutyus. Meg azt is mondta, jó uzsonnával várja őket. Hát, csak menjetek be, kedveskéim. Megvan a jó uzsonna. Jó holdat, Sirius bácsi! Szervusztok! No, végre csak, hogy megjöttetek. Hogyan? Hát tetszett minket várni? Természetesen. Gondoltam, hogy nem nyugodtok bele szótlanul a múltkori elutasításba. Valamit csak kitaláltok, hogy velem jöhessetek. Nem találtunk ki semmit, Sirius bácsi, de valami történt azóta. Csak nem. Meséld el gyorsan. Majd Beci elmondja. Miért éppen én? Inkább Rita, hiszen ő volt ott. Szóval Rita volt ott. Hol voltál, Ritukám? Én? Ott voltam, ahol, amikor ott, ahol, amikor ott voltam, akkor... Mit adok össze-vissza? Ott voltál, amikor ismét beszéltem a bácsival. És Cibész is ott volt. És bekapcsoltuk a magnóját. Mindent felvettük. Kész. Ennyi a mondani valónk. Kész. Ennyi a mondani valónk. De hiszen ez nagyszerű. Beszéltél a bácsival, és mindent felvettetek. Meghallgathatjuk. Azért jöttünk. Indíthatom Csibészt. Minél gyorsabban. Csibész, az orrod. Au, egy napon le fog szakadni. Üdvözöllek, kis tökéletes. Tudomásodra kívánom hozni, hogy szívesen beszélgetnék veletek arról, amiért idejöttem, de csak is és elsősorban veletek, a legkisebbel, az ostobácska, nagyobbacskákkal és a négy nyúlványú viszintessel. Természetesen ott lehetnek a nagyok is, de az ő véleményükre nem vagyok kíváncsi, velük egyedül nem állok szóba. Ígérem, senkinek sem esik bántódása. Eddig van. Mit tetszik hozzászólni, Sirius bácsi? De hiszen ez pompás! Akkor együtt indulatunk holnap reggel. Teljesen megnyugodtam. Örülök, hogy a bácsi véletlenül rátok akadt, és így semmi veszély nem fenyegeti majd expedíciónkat. Pompás, pompás, nagyszerű, soká éljen a bácsi, biztos siker, megkérjük a bácsi. Nem. Megparancsoljuk a bácsinak, hogy hagyjon békén minket. Kotródjék innen. Megfenyegetjük. Meghúzzuk a fülét, megvaskoljuk a fenekét, barackot nyomunk a feje búvjára. Röszkös bácsi, kiebrudalunk a holdról. Sirius bácsi. Semmi de. Ez a gravitáció tolvaj végre megérdemelt büntetésben részesül. Megkötözzük és pellengére állítjuk. Sirius bácsi, mi nem így gondoltuk, csak... Semmi csak. Az a tény, hogy titeket felkeresett és tárgyalni akar, azt bizonyítja, elfogyott az energiája, béke jobbját nyújtja. Szép szerével menekülne, de ebből nem eszik. Kiporoljuk ők elmét alaposan. Sirius bácsi, be kell vallanunk valamit. Bevallani? Ez az egész bácsi dolog, ez nem igaz. Igen, ez nem igaz, csak tréfa. Gondoltuk, megtréfáljuk Sirius bácsit. Azt mondod, tréfa? Igen, nem,
Azaz... Tetszik tudni, az úgy volt, hogy... Hogy azt gondoltuk... Figyeljétek magatokat! Miért nem nyögitek már ki az igazat? Nem látjátok, hogy Sirius bácsi gúnyolódik velünk? Mert mindent tud. Sirius bácsi, csalás az egész. Csalás? Milyen? Csalás. Rituka, Berci. Csalás. Igen, csalás. Csak tudnám, ki volt közülünk áruló. Én. Te? Csivész, te? Természetesen én. Én robot vagyok. Egy robot mindig csak igazat mondhat. Soha nem hazudik. Úgy van, ahogy Csibész mondja. Robot az embert nem csaphatja be. Az ő miniatűr számítógép agya kiadta a parancsot, Csibész még az éjszaka idefutott, és elmondott mindent. Hé, millió fiastyú! Ezzel ugyan alaposan pórul jártunk. Pierre, igazán csodálatosan utánoztad a bácsit. Tudomásodra kívánom hozni, hogy szívesen beszélgetnék veletek. Tudomásodra kívánom hozni, hogy szívesen... Természetesen ott lehetnek a nagyok is, de az ő véleményükre nem vagyok kíváncsi. Sirius bácsitól mindannyian bocsánatot kérünk, és hazamegyünk. Bocsánatot kérünk, Sirius bácsi. Hány éves vagy te, töpörtyű? Egyszer már kérdezte, 10. 5-öt ébren töltöttem, 5-öt meg hibernálva. A hibernált évek úgy látszik duplán számítanak. Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. Negyedik rész. 5 ember és egy nőkutya. Egy szó, mint száz, Sirius bácsi előtt alaposan levitézettünk. Szégyeltük is magunkat erősen. De most miről beszélsz? Hát arról, hogy becsaptuk, hazudtunk neki. Nem mondtam előre, hogy csalásnak tartunk. Megmondtad, te igazságbajnoka. Aztán mégis részt vettél benne. Igen, mert a csalásnál is csúnyább dolog, ha az ember cserben hagyja a barátait. Még mindig nem válaszoltatok a kérdésemre, hogy miről is beszéltem. Jó kérdés, miről? Te épp úgy tudod, mint mi. Én persze, hogy tudom. De vajon tudja-e valamennyi 20. századi ifjú hallgatónk is? Lehetnek közöttük olyanok, akik csak most kapcsolódtak adássorozatunkba. Ezek kedvéért fogalmazzuk meg röviden az előzményeket. Tehát, történetünk 1000 kilogramm flaskatésztával kezdődött, melynek állandó napi súlyvesztesége elárulta, hogy a hold egy részén valaki vagy valami lopja a gravitációt. A bácsi? Igen, a te kedvenced, a csodálatos bácsi. Kinyomoztuk ugyanis, hogy félelmetes erejű energia sugárnyalát tapad a hold felszínéhez. Egy 48 kilométer átmérőjű kör alapja. Igen, és ezt a kör alapú sugárzást valaki vagy valami irányítja. A bácsi? Úgy van, a bácsi. Akinek a hangját már ismerjük, Csibész közvetített. Örökkép alakulik, sírdogál, szomorúan jó ember. Ez a jó ember csak olyan szólásmondás, hiszen ember volt-e egyáltalán nincs bizonyítva.
de gondolkodó lénynek kell lennie, ez nem félkétség. Mi ketten Pierre-rel láttuk azt a 3 kilométer átmérőjű fekete gömböt, amely 187.500 kilométerrel az egyes kupolaváros fölött látszólag egy helyben lebeg. Illetve nem láttuk, mert ez csak egy fekete lyuk a világűrben. Nincs rajta látnivaló, de eltakar mindent, ami mögötte van. Mintha igazi fekete lyuk lenne. Ahogyan a csillagászat az életük végső fázisába jutó egyes csillagokat nevezi. Ezután került sor Csibész Magnó felvételeinek meghallgatására. Az általunk bácsinak beszédett lény valóban folyton folyvást panaszkodott. Tévedte, ismét tévedte, ez az ismétlődő fiaskó, lesó, ez borzasztó, félek, nagyon félek, mit csinálja? Sirius bácsi megharagudott, és kijelentette, ő tudja, hogy mit kell csinálnia. Megy, és meglátogatja a bácsit. Mi lelkesen üvöltöttük, megyünk, meglátogatjuk a bácsit. Ekkor ért minket hideg zuhanyként Sirius bácsi kerekperec elutasítása. Gyerek nem jöhet velem. Ez volt az oka, hogy bűnös útra léptünk, mert olyan nagyon akartunk vele menni. Csaltunk. Jól van, csaltunk. Nem kell mindután az orrunk alá dörgölni. Csaltunk. Megbántunk, bocsánatot kértünk. Na, ott álltunk a kapitány előtt, 4 tettenét leforrázott Magnó hamisító. És akkor olyasmi történt, amit én a valóságban még soha életemben nem láttam, legfeljebb képen vagy a plastikínóban. Fekete vihar felhők mögül előmosolygott a nap. A holdon ugyanis nincs felhő, és egyáltalában nem mosolyog a nap, hanem, amíg a látóhatár fölött tartózkodik, süt, perzsel, éget mindörökké. Ne csigázz tovább hallgatói kíváncsiságát! Hogy hívták a napot, aki mosolyogni kezdett? Victor Siriusnak. Azt mondta... Megijedtetek, csibészek? És mosolygott. Hát, nem tetszik haragudni ránk? Bevallom, nem. S ha ti sem írre áll, nem. Akkor elszívhatjuk a békepipát, amelyet ma Leonida néni tejszínhabos kakaója és kuglófja helyettesít. Éjjel! Na csendet kérek, bejelenteni valónk. Halljuk! Bizonyos eszközök, gépek, felszerelési tárgyak még hiányoznak. De remélem 2 nap alatt megérkeznek. Tehát, mához 3 napra indulhatunk együtt a bácsi látogatásra. Hurrá! Igen, de mi lesz akkor, ha a szüleink nem engednek el? Már elengedtek. Knox kormányzó személyesen beszélt mindegyik apukával és anyukával. Elmagyarázta, hogy eddig is főként a ti érdemetek minden fölfedezés. Nem vehetjük el tőletek a dicsőséget? Ami igaz. Hát nem mondom, Sirius bácsi is beszállt a kutatásba. Perci. Mi az? Rólad aztán igazán nem lehetne megmintázni a szerénység szobrát. Ki akar a szerénységnek szobrot állítani? Állítsunk a tudásnak, a bátorságnak, az ember szeretetnek. Ébredjetek, hé! A nagy szólnokás közben talán meg sem hallottátok, hogy szüleink elengedtek az útra. Elengedtek! Engem is? Téged is, Pintonkám. Nélküled egy lépés sem teszünk, hiszen te vagy a bácsi barátja, és te leszel a mi csalétkünk. Szenzáció! Óriási szenzáció! Rejtélyes sugárzás a holdon! Kilapja a gravitációt! Hány nap még az élet? Sirius kapitány bizakodik! Óriási szenzáció! Óriási szenzáció! Kozmogóniai szakértőnk véleménye szerint lehetségesnek tűnik, hogy a sugárnyalábot használó lények kifejezhetetlen mennyiségi energiájukat valamely pusztuló, zsugorodó csillag szupergravitációjából állítják elő. Ezt a felfedést igazolni látszik. Folytassa, szenátor úr! Fel kell tennem a kérdést. Történt a mulasztás? S ha igen, ki a felelős? Avagy törvényszerű, hogy pipogya vezetők hozzá nem értő intézkedései időnként
veszélybe sodorják földünket. Ötven napja tudjuk, hogy a holdra egy rém telepedett. Nincs talán a világállamnak annyi ereje, hogy elűzze. Ölbetett kézzel megvárjuk, amíg átköltözik a földre, és a világűrbe szippantja, mondjuk, egész Európát! Conchita tegnap érkezett meg a földről, azt meséli, iszonyú pánik tört ki. Az emberek rettegnek, menekülnek, senki nem törődik a munkájával. A forgatást félbeszakított. Jó kis felfordulás kavart a bácsi. Hogyan pattant ki a dolog, hiszen hírzárlat van. Hírzárlat? Az csak arra jó, hogy kíváncsibbá tegye az embereket. Azt mondják, hogy az egyik gravitlán pilótája elárulta a titkot. A feleségének, azt továbbadta a barátnőjének, akinek egy hangos újságriporter udvarol. Ez volt a kicsi lökés, amely a völgy felé gurított egy kavicsot, amiből mindent elborító lavína lett. Beutazási tilalmat rendeltem el. Senki nem teheti a lábát a holdra, csak a teherűrhajók közlekednek. Persze az is hetenként több száz ember. Conchita drágám. Tölts a kormányzó úrnak. Köszönöm, elég volt. Nem tudok aludni. Nekem egy pohárkával lefekvés előtt kimondottan jót tett. Maga szervezete acélból van, kapitány. Elpusztíthatatlan. Apropó, elpusztíthatatlan. Meg kellene oldani ezt a sugárzás ügyet, mielőtt a földön mindent elborít az anarchia. Mondja Sirius kapitány, nem lehetne ezt a gravitációt tolvajt, ezt a kellemetlen dolgot valahogyan, valamivel elpusztítani. Tudja, hogy nem vagyok vérengző hajlamú. Embernek soha a haja szálát nem görbítettem meg. De a maguk bácsinak becézett energiagócát igazán nem tekinthetjük embernek. Inkább talán egy általunk nem ismert természettudományos törvény megtestesítőjének mondanám. Olyasminek, mint az önmagát irányító Bering erőmű, vagy a közép-afrikai vízgazdálkodási nagyon. Téved, kormányzó úr. Egészen más sejtéseim vannak. Igen. De nincs értelme a vitának, a találgatásoknak. Két nap múlva már okosabbak leszünk. Igaz, hogy magával viszi a gyerekeket? Mind a négyet. És természetesen csibész is. A fiam valósággal lázban ég, hogy ismét beszélgethet szeretett bácsiával. Nem kockáztat túl sokat, kapitány? Nyugodtan kimerem mondani, a gyerekek nagyobb biztonságban lesznek a világűrben, mintha a holdon maradnának. Érdekes. Maga ugyanolyan naívan hisz a bácsi jóságában, mint az én pintonom. Ilyen bölcs kinyilatkoztatást színésznőtől még nem is hallottam. Kedves nézőinknek bemutatjuk az évszázad legjelentősebb utazásának, a 25. század nagy expedíciójának startját. Bizonyára értesültek már arról, hogy a világállam valamennyi népének egységes tiltakozása a győzelemre vezetett. Knox kormányzónak meg kellett hátrálnia. Beadta a derekát. Így hát e nagy jelentőségű startnál mégis jelen lehet a világ sajtó, a világfilm és a világ minden hangos újságja. A 16-ös számú levegővel telített holdüvegből épült óriás hangárban, mint csillogó ezüst szárnyas csoda meredezik előttünk a gravitán. Már beszállt a vélcek Sirius kapitány. Utána négy gyermek. A szőke Pierre, a barna hullámos hajú kocsis Berci, a temperamentumos rendkívül bájos Rita Steff, és korunk élő csodája, a halálból visszahozott Pinton Castuero. Pinton önében vitte a híres műpulit, aki csibész névre hallgat. Öt ember és egy műkutya indul halált megvető útjára. A szervómotor most halkan tovagurítja az engedelmes óriás gépet. Nyílik a zsilipkapu, elnyeli a nagy expedíciót.
tuhán csukódik, és rövidke 3 perc múltán kezdődik az évezred kalandja. Jó utat! Zárd el ezt a hazug fecsegőt! Jó utat, bátor hajót! 1000 Pollux és Prokion! Ha még egy percig beszél, belelövök a képernyőbe! Sirius bácsi, szabad-e? Mivé szennyezik a mi szép kalandunkat ezek a... Stop! Pritika, ki nem mond? Népcirkuszt csináltak belőle, kislány. Előre égnek állnak barna hullámos hajfürtjeim, ha elképzelem, mi lesz itt hazatérésünkkor. Ha netán sikerül megszabadítanunk a holdat nem kívánatos utitársától, a bácsitól. Na, az még kicsit odább van, gyerekek. Ötszáz, jelentem, kapitány, azonnal ott leszünk. Betsy, 10-es fékezés. 9-es, 8-as. 7000, 100, 200, 300. Fékezés, 7-es, 6-os, 5-ös. 400, 50. 500! Állj! Kapitány, a keresett helyre érkeztünk. Felvettük a hold forgási sebességét, azaz hozzá viszonyítva állunk. Na nézzük csak. A fekete gömb... Ó, nem szökött meg. A helyén van. Vár minket a kedves. Távolsága? Jelentem, mérhetetlen. A radart elnyeli. De ha pontosan követtük a megadott merőleges lézert, meg így szemsatszolásra is, 50 kilométerre lehetünk tőle. Köszönöm. Nekünk most megfelel a megközelítő pontosság is. Innen kozmobillal repülünk tovább. Ki megy Sirius bácsival? Beosztjuk. Én haladok az élen. Viszem magammal Csibészt, mögöttem 100 méterrel követ Berci, utána 1 kilométerrel repül Pierre, Rita és Pinton a graviplánban maradt. Rita kezeli a valamennyiünket összekötő űrszálat. És ő lesz a telefonközpontos is. Most van egy kis időnk, elmondom, mi az az űrszál. Lágyított műanyag acélfonadék, rendkívül kis keresztmetszetű húzalféle. Mi itt 1/10-est használunk, azaz 1/10 milliméter átmérőjűt. Szakítási szilárdsága 500 kg. Egy tekercs hossza 100 km. Súlya a földön 10 kg. Automatikusan tekeredik le és vissza a dobra. Közben egy beépített számoló pontosan mutat minden lefutott vagy visszahajtott métert. Minden letekercselt kilométert csengő is jelez. A szerkezetet a graviplán zárt utasfűtőjéből lehet kezelni. Ezt remekül ismertetted, de azért marad valami a számomra is. Átveszem a szót, és elmondom, mi a kozmobil. Helyes. Bár ez olyan régi szerkezet, hogy a 20. századi gyerekek is hallhattak már róla. Na most mondja, vagy ne mondja. Na, hát azért csak mondjad, mert a mai kozmobil sokkal többet tud, mint 500 év előtti őse. Nos, ha az ember szkafanderben súlytalan állapotban az űrben lebegy, semmire sem tudja magát mozdítani, csak ha van miben kapaszkodnia, illetve ha ellöki magát valamitől. Ez esetben a lökéstől ellentétes irányban elmozdul, lassabban, gyorsabban úszik az űrben, és nem tud megállni. Az űrutazások őskorában sok elővigyázatlan asztronauta úszott így el a végtelenbe. Kezdetben űrpisztolyokat használtak, de az nehezen irányítható és pontatlan volt. Aztán már a 20. században feltalálták a repülő mellényt. Ebből szelepek álltak ki, mint a sündisznó tüskéi. Valamilyen sűrített gázzal volt megtöltve, és a szelepek megnyitásakor a kitótuló gáz ellentétes irányban elmozdította a mellény viselőjét. Rövidebben, de ilyen tudálékos. Ne szólj közbe! A kozmobil 10 órára elegendő sűrített hidrogén tartalmazó tartályát a hátunkon viseljük. A fúvókákat egy övre szerelték.
automata vezérlő tábláját a kezedben tartod, és ujjaid mozgatásával dirigálod az irányt és a sebességet. Gyakorlott pilóta fürgén biztonságosan mozog vele az űrben. Egészen lassú húzkálástól villámgyors száguldásig egyaránt alkalmas. Na végre! Szóval Sirius kapitány Berci és Pierre szkafanderükre ilyen kozmobil szerelt. Egymáshoz és a gravitánhoz űrszál kötötte őket. Pinton és én az utashűtében helyezkedtünk el. Egymással ultrarövid hullámon beszélgettünk, és mi természetesen a Holdon lévőkkel is tartottuk a kapcsolatot. Itt Sirius! Jól hallasz, Rituka? Kitűnően Sirius bácsi. Kizsilipeltem. Berci köves. Indulok. Kizsilipeltem. Lassan haladok. Pierre még várjon. Várok, kapitány. 800 méter. Pierre indulhat. Indulok. Most felgyorsulunk. Figyeljetek, az űrszál az a maradjon. 2 kilométer. Kapcsolás. 10-es sebesség. 10-es. 3 kilométer. 4 kilométer. 5 kilométer. Így suhantak az űrben. Ez is szkafanderjaik még 10 kilométer távolságban is csillogtak, villogtak, mint kis égi teste. 5-6 perc alatt tették meg a közel 50 kilométeres távolságot. 47. Figyelem, átkapcsolunk, lassítunk. 5-ös sebesség. 5-ös. 48. Egészen közel repülhetek már a gömbhöz. Előtte már teljesen fekete és üres az égbolt. Mögöttem ragyognak a csillagok és a hold. 49. Berci, jól látsz engem? Itt úszkál az orrom előtt, kapitány. Én is kitűnően látom Sirius bácsit, pedig megvan köztünk a kilométer távolság. 50. Láttok még? Igen. Most, ebben a pillanatban eltűnt. Én se látom. Sirius bácsi eltűnt, mint a piros műkavicaim. Kozmobilok, állj! Megálltam. Üszáll leállt, mozdulatlan. Sirius bácsi és Berci, meg tudjátok állapítani, hogy hol vagytok? Nem. Nem látok semmit. Magamat sem látom. Talán Rituka tud segíteni. Az űrszáj jelzése szerint Sirius bácsi 150 méter mélyen benn van a gömbben. Berci csupán 50 méterre. Én sem látom magamat. Teljes fegyeteség vesz körül. Viszont a rádióvétel kifogástalan. Mozgási szabadságom korlátlan. Szkafanderem jól működik. Csibész is eltűnt, de érzem, hogy a karomban tartom. Megnyomom az orrát. Ezer nagymedve, oda lenne a riporterek őrült cirkusza megszavart, és elfelejtettem bekapcsolni Csibészt az ultrarövid rendszerünkbe. Ne bosszankodj, bekapcsoltam magam! Csibész, te zseniális kutya vagy! Nem én, hanem Pierre kisgazdám, távirányításra állított. Bravo, Pierre! Az első menetet te nyerted. Hogy érzik magukat, Sirius bácsi? Hogy is mondjam, kitűnően. Nem úgy, mint máskor, sokkal jobban, mintha fiatalabb lennék. Hürgik a gondolataim, a mozgásom. Ez a fekete gömb valóságból toppingol. Ez a helyes kifejezés, Sirius bácsi, és nekem minden olyan békés. Egy szóval, mi csak megvolnánk. Veszélyt sem szimatolok, de hol van a gömb gazdája? Hol a bácsi? Csendet kérek, közlést érzékelek. Hallasz valamit, Csibész? Nem hallok, de érzek. Értem és tudom, hogy valaki közöl valamit. Felfogtam. Igen, értettem. Itt van a közlés a közelemben. Általam válik hangá. Hát mégis megkerestetek. Örvendezem nektek. Itt vagyok veletek.
Ez a bácsi, halljátok? Bácsi, hol vagy? Látni szeretnélek. Bújj elő a sötétből. Maradj csendben, Pinton. Kapitány, valóban a bácsi szólt? Csibész érzékeli és lefordítja. Megpróbálok beszélni vele. Kedves idegem, megérted-e, amit ez a kis tolmácskép fordít? Kitűnően tudom gondolataidat követni, remélem az én gondolataim is eljutnak tudatodba. Tökéletesen megértelek. Én is téged. Tudom, hogy mit gondolsz. De hogyan lehet az, hogy téged azonnal befogadlak, pedig nagy vagy, tehát tökéletlen, és a kicsit, akinek a köp tartalma a tiednél 17-szer kisebb, tehát 17-szer tökéletesebb nálad, nem értettem meg. Úgy látszik, nálatok fordítva van, mint nálunk. A földi ember a fogamzás pillanatában parányi sejt. Nem tud semmit. Születésekor is kicsi és tudatlan. Hosszú évek telnek el, amíg megtanulja a dolgokat. Ahogyan növekszik, úgy tágul az értelme. Legokosabb, amikor legnagyobb. Akkor valóban minden fordítva van. Én, amikor lettem, akkora voltam, mint egy csillag, és gázból volt a testem, és az űrben lebegtem. Aztán egyre jobban zsugorodtam, és egyre többet tudtam. Ma már okos vagyok. Van neved? Nevem? Az mi? Valami jelzés, ami megkülönböztet a többiektől. Van. OB-127 a személyiségem száma. OB-127. És mekkora vagy? Mekkora is. Hogyan érzékeltessem? Akkora, mint a négy nyúlványú vízszintes elején lévő két fényes golyócska egyike. Tehát akkora, mint csibész szeme, mint egy mogyoró. Nem értem, mit nevezel csibésznek és mit mogyorónak, de akkora vagyok nyugalmi állapotban. És nem nyugalmi állapotban? Amekkora akarok lenni. Most éppen én vagyok ez a fekete gömb és a kutató kúp. Ugyan? A bácsi, illetve OB-127-es úr nem a fekete gömb gazdája, hanem maga a fekete gömb. Ahogy mondod, te tiszteletre méltó kisebb. De mit jelent az, hogy gazdája? Ajajajajaj, ezt nem lesz könnyű megmagyaráznom. Gazda, aki hatalmasabb a másiknál, parancsol a másiknak. Ezt értem, nekem is parancsolnak a nálam kisebbek, 126-an. Úgy látszik, a száma valami rangsort jelent. 126-an vannak az ő világában nála hatalmasabbak. Helyesen gondoltad. És hányan állnak a rangsorban mögötted? Összesen 500-an élünk a csillagunkon. 500-an? Egy óriási csillagon? A csillagunk nem óriási. Mindössze akkora, mint ez a gömb. Fekete és kihűlt. Szent Leonida! Fohászkodna Sirius bácsi, derék házvezetőnője, ha itt lenne. Ezek egy haldokló csillagon laknak. Talán egy fekete lyukon. OB-127. Hogy tudtatok ott életbe maradni? Alkalmazkodtunk hozzá, mint ti a földetekhez. 1000 és 1000 millió év alatt. Ahogy ti számoljátok. Mondtad, hogy a nálad kisebbek parancsolnak neked. Mekkora a legkisebb testvéred? Legkisebb a mi urunk OB-1, aki 1 milliószor kisebb nálam. Ő a legkisebb, és mindig is ő lesz a legkisebb. Mert mi mindannyian 1000 évenként feleződünk. Meddig éltek?
ezt a kérdést nem értem. Azaz, úgy gondolod, igen, értem már, ti nem éltek örökké? Nem. Mi meghalunk. De bizonyára ti is meghaltok. Nem hiszem. Az első 10 úgy tanítja, hogy mindig élünk. Kérdezzétek már meg tőle, hogy mit keres itt nálunk? Miért jött ide? Nem kell megkérdezned, mert nagyon jól értettem a kérdést, és örvendek, hogy végre valaki megkérdezi tőlem. Ugyanis már sokszor próbálkoztam elmondani valakinek. Először a síkságon, 3 kicsi pirossal... Ezek az én műkavicsaim voltak, bácsi. Azok értelmetlen műkövetkék nem tudnak beszélni. Erre hamarosan rájöttem. Azután egy sokszálú színes alig mozgóval tettem kísérletet. Leonida néni centifóliája volt. Az ugyan élőlény, de beszélgetése nem alkalmas. Vettem észre. Dühösen eldobtam. Dühönben kissé meg is égettem, amit nagyon sajnálok. Nem fordult többet elő. Aztán kivel próbálkoztál? Vintonnal, a kisfiúval? Még nem. Találtam egy nagy testűt, amelyik gyorsan szaladt valami hosszú vékonyon. Sirius bácsi, ez az a mini furgon volt, amely nemrég olyan titokzatosan kisiklott. Meg sem mukkant, fütyült rád. Nem ismerem ezeket a kifejezéseket, de ha azt jelenti, hogy nem tudott válaszolni, akkor eltaláltad. Ezután találkoztál a kisfiúval? Igen. Nagyon óvatosan közelítettem a kicsi emberhez. Biztosítottam, hogy nem fogom bántani. Ne féljen. Nem is féltek. Valóban nem félt, és nagyon kedves volt. De hiába könyörögtem, tudását nem sugározta át. Mert nem volt neki mit átsugároznia. Mert még gyerek, és mint az előbb mondtam, tudatlan. Te már felnőtt vagy, és mindent tudsz? Azt nem merném állítani, hogy mindent tudok. Nálunk nincs olyan ember, aki mindent tudna. De én valóban sokkal többet tudok, mint Pinton, az a kisgyerek, akivel beszéltél. És szívesen válaszolok minden kérdésedre. Ennek végtelenül örülök, küldetésem tehát nem volt hiába való. Végre megkérdezhetem tőled a legfontosabbat. De ha olyasmi után érdeklődnél mégis, ami képességemet meghaladja, megtalálom neked a kérdés legkiválóbb tudósát. Kedvességeddel lenyűgözöl. Megkérdezem, hát... Bocsáss meg egy pillanatra. Te itt élsz a közelünkben. Immár vagy 50 napja. Megfigyelted életünket, szokásainkat. Egy kicsit ismersz már minket. De mi rólad és világodról semmit sem tudunk. Helyesebb volna, ha előbb én kérdezhetnék tőled. Valóban helyesebb volna. Kötelességem válaszolni annak, aki megnyílik. Kérdezz. Ki vagy? Honnan jöttél? Élőlény vagyok. A galaktikából jöttem. Világom egy kis fekete csillag, a vörös óriás szomszédságában kering, amelyet szabad szemmel is megfigyelhetsz innen. Nézd, megmutatom. Ekkor váratlan dolog történt. A fekete gömb, mint amikor dinnyéből kivágnak egy cikket, megnyílt, beragyogtak a csillagok. Ott, az a vörös, nagyon fényes. Hallom, és látom én is. Sirius bácsi, barátunk a Bételgeúze csillagra mutat. 272 fényév távolságra van tőlünk, felületének hőmérséklete 3800 Celsius fok. Akarsz tudni még valamit rólunk? Utolsó kérdésem. Miért jöttél éppen ide?
hozzánk. Végtelenül örülök, hogy erre vagy kíváncsi, mert válaszom magába foglalja majd küldetésem célját is. Így végre megkérdezhetem, megtudhatom azt, amiért ide telepítettek. Testvéreim közül a 10 legkisebb kormányozza világunkat. Ti tudósoknak neveznétek őket. A 10 tudják, hogy hozzánk legközelebb ezen a ti kettős égi testeteken van élet. Ide jöttem, hogy megkérjelek titeket, szíveskedjetek részt venni egy teljesen veszélytelen testvéri kísérletben. Világotoknak az általam befogott kör alakú részét, mint már bizonyára észrevettétek, rendkívül óvatosan súlytalanítom. Majd kúpon csúcsában összesűrítem, ahogyan te mondtad, mogyoró nagyságúra. Ezután teljes épségben áttelepítem a mi világunkba. Ígérem, senkinek egy hajaszála sem görbül meg. Ehhez kéred az engedélyünket? Anélkül nem megy. Alaptörvényünk, hogy minden tudományos kísérleti tevékenységet kizárólag önkéntesekkel végezhetünk csak el. Ez vonatkozik erre a mintavételre is. Sirius kapitány, ennek a derék bételgőznek gőze sincs arról, milyen képtelenséget beszél. Mogyoró nagyságúra akar összepréselni 24 kupola várost, hogy a hajunk szála sem görbül meg. Ebből ugyan nem eszik a fickó. Bocsáss meg, tisztelet reméltó kisebb, néhány szóképedet nem értettem meg. Nem tudom, mi az a gőz, ami nekem nincs. És az evéssel kapcsolatos nyilatkozatod sem egészen világos. Valamint végképp nem értem a fickó szót. Nem baj, barátom, majd megmagyarázom. Ez a kis fiatal még fegyelmezetlenül gondolkodik. Ezért szinte lefordíthatatlan. Majd én elmondom. Először is felhívta a figyelmünket arra, hogy te annak a csillagnak a közeléből jöttél, amit mi földiek Bételgeuzénak hívunk. Mondta, hogy derék lény vagy. Elragadtatással nyilatkozott arról a technológiáról, amelynek segítségével mogyoró nagyságúra tudsz sűríteni városokat. Végül óvott a fickó nevű növény fogyasztásától. Kellemetlen, keserű utóíze van. Bár ahogy elnézlek, nem hiszem, hogy megölt élőlényekkel táplálkoznál. Így egészen másképp hangzik. Haragot véltem felfedezni a szavaiban, amire pedig nem szolgáltattam okot. De térjünk vissza eredeti tárgyunkhoz. Megadjátok az engedélyt a mintavételre? Erre válaszolni nincs felhatalmazásom. Tudod, miként nektek, nekünk is van 10 legnagyobbunk, akik a mi világunkat kormányozzák. Nos, ez olyan nagy fontosságú kérdés, hogy eléjük kell terjesztenem. Javaslom, hogy mára fejezzük be a beszélgetést. Amíg a föld 3-szor felkel és lenyugszik, azaz 3 nap múlva megjelenünk nálad, remélem a 10 beleegyezésével. Rendben van, legyen kívánságot szerint. Még valamit, kedves óbészár. Mi történik akkor, ha kormányom nem adja meg a mintavételi engedélyt? Nagyon sajnálatos lenne, súlyos következményekkel járna. Ránk nézve? Ó, dehogy! Én rám nézve, azt, aki küldöttet, aki nem teljesíti feladatát, száműzik világunkból.
nem térhet vissza. Ott kell élnie örökre, ahol tudása csődöt mondott. Engem ide kötne a büntetés. Jaj, de jó lesz! Mondjál csődöt, bácsi! Mindig játszani fogunk, és mesélsz nekem. Te leszel a legjobb barátom. Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. Ötödik rész. Ellenség vagy jó barát? Ez a kérdés. Ellenség vagy jó barát? Mi a véleménye, Sirius kapitány? Nem merek rá egyértelműen válaszolni. Tagadhatatlan, hogy ez az OB, bár én ezután így hívom, óvatosan mondhatnám, finoman bánik velünk. Testi épségünkre vigyáz, viszont olyan hihetetlen mennyiségű energia halmozódik benne, hogy egyetlen indulatos pillanatában akár az egész hold vagy a föld pusztulását okozhatja. És vannak is neki indulatai. Emlékezzetek Leonida néni rózsájára, amelyet bosszusan eldobott, és a virág szára megégett. Hogy jobban megérthessük a dolgot, megkérem Sirius kapitányt és a gyerekeket, röviden még egyszer foglalják össze, mi is történt, amikor az OB-val találkoztak. Szívesen. Nos, tegnap 5 ember és egy műkutya graviplánon megközelítette a fekete gömböt, amelyről azt hittük, hogy kellemetlen vendégünk lakhelye, esetleg fegyvere. Sirius kapitány és Berci kozmobil segítségével belerepültek a fekete semmibe, és azonnal eltűntek. Igen, láthatatlanná váltunk, de közben remekül éreztük magunkat. Csibész tolmácsolásával sikerült beszélgetnünk OB-127-tel ez személyiségének a jele. Megtudtuk, hogy az Orion köd nevű csillagképből küldték, a Betelgeuse közelében lakik egy kiült kis fekete bolygón. Stopp! Orion, Betelgeuse, OB. Talán innen a nevük, illetve a személyiségük jelölése ezeknek a lényeknek. Elképzelhető. Azzal a módosítással, hogy ő a saját nyelvén adta meg ennek a két kozmikus objektum nevének a kezdő hangját. Csibész viszont lefordította a mi nyelvünkre. Így lett OB. Mit tudunk még róla? Tudjuk, hogy magyarónyi nagyságú, de alakját, térfogatát, halmazállapotát teci szerint változtathatja. És e pillanatban ő maga a fekete gömb és a kutató kúp. Valóban ezt állította, és nincs okunk kételkedni a szavában. Azon a kiült bolygón, csillagon vagy micsodán, összesen 500-an élnek hozzá hasonló lények, akik évmilliárdok alatt alkalmazkodtak lakóhelyük, számunkra elképzelhetetlenül mostoha a viszonyaihoz. Az életük fenntartásához szükséges energiát az égitest szupergravitációjából nyerik. Józan eszem azt diktálja, ez képtelenség. Kedves Castoero, a 16. században élt nagy költő szavait idézem. Több dolgok vannak földön és égen, Horáció, nincsen bölcselmetek álmodni képes. Shakespeare ide, Shakespeare oda, az OB itt van, létezik, és azt tehet velünk, amit akar. Megjegyzem, az OB-k fejlődése semmivel sem hihetetlenebb, mint az emberi.
Az őstengerekben elképzelhetetlen mennyiségben szaporodó mikroszkópikus parányok körülbelül 2 milliárd év alatt érték el mai emberformájukat. És ki tudja, mi lesz belőlünk újabb 2 milliárd év múlva. De kapcsolódom Sirius kapitány véleményéhez. Az OB valóban azt teheti velünk, amit akar. De vajon mit akar? Pontosan megfogalmazta. Mintát vesz belőlünk. Ezt a 48 kilométer átmérőjű, kör alakú holdfelszínt, 24 kupolavárossal, urániumbányával, urándúsítóval és természetesen vagy 5000 emberrel súlytalanítja, majd engedelmünkkel mogyoronnyivá zsugorítja úgy, hogy a hajószála sem görbül, és valamiképpen transponálja OB országba. A legfontosabb tényező, hogy erre engedélyünket kéri. Kijelentése szerint ők erőszakot soha nem alkalmaznak. Törvényük az önkéntes hozzájárulás. És ha nem adjuk beleegyezésünket, akkor idézem a bácsit. Súlyos következményekkel járna. Ránk nézve? Ó, dehogy! Én rám nézve. Azt a kiküldöttet, aki nem teljesíti feladatát, száműzik világunkból. Nem térhet vissza. Ott kell élnie örökké, ahol a csődöt mondott. Engem ide kötte a büntetés. A tűntes bolygótokra. Nem de jó lesz! Mondd a csődöt, bácsi! Mindig játszani fogunk, és mesélsz nekem. Te leszel a legjobb barátom. Ez a kis Pintom véleménye volt. Én egészen másképp képzelem el a bácsi itt maradását. Borzalmas méretű energiájával és teljes tudatlanságával, még esetleges jó szándéka mellett is szörnyű bajokat okozna. Miért tetszik azt mondani, hogy teljes tudatlanságával? Hiszen ezerszer és ezerszer tökéletesebb lény, mint az ember. Knox kormányzó szerintem rendkívül találóan alkalmazta a teljesen tudatlan jelzőt. Ez az OB valóban semmit nem tud az életünkről, az emberről, a földről. Emlékezzetek, Műkavicssal, Virággal, Minifurgonnal akart beszélgetni. Azt képzeli, hogy a legkisebb ember a legtökéletesebb. Halhatatlanoknak hisz minket, saját magukat is, és magyarul szemmé zsugorítana, jó szándékúan, barátságból, szeretetből, hogy tudósaik a legkisebb 10 OB kísérletezhessenek velünk. Nem tudja, mi a halál. Sirius bácsi, lehet, hogy ők valóban halhatatlanok? Nem lehet. Még az égitest is meghal, amin élnek. Az élet első számú törvénye az elmúlás, a halál. Halál nélkül nincs élet. Az egyedek megsemmisülnek, a faj fennmarad, fejlődik, átalakul, örökké él. Talán az OB-k olyan rettenetesen öregek, hogy nem emlékeznek a halálra. Bizony, ez lehetséges. Nos, alaposan meghánytukra tettük a dolgot, vendégünk a kérdésére választ vár. Beleegyezünk-e a mintavételbe? A válasz természetesen nem. Persze jó lenne tudni, hogyan reagál majd elutasításunkra. Naprendszerünk élete delénél tart, az OB-k valahol iszonyúan messze már a csillaghalál évmilliárdjainak küszöbét tapossák. Ott elképzelhetetlen erők szabadulnak fel, és úgy tetszik, szinte testetlenné válnak a szellemet hordozó energiák. Majd, hogy nem örök életűek. Persze minden viszonylagos. Az ő sok millió évig tartó életük a végtelenben ugyanolyan parányi, mint földünkön a 24 órát élő lepke élete. Törvényszerűen elpusztulnak ők is. Az így módon felszabadult erők aztán új világokat teremtenek. Azért mondja mindezt Peres Castuero, hogy készüljünk a legrosszabbra. Castuero bácsi válaszát már nem hallottam, mert Rita odasukta nekem. Kihasontam a teremből. Az előszoba függönnyel takart kis benyírójából hangot hallok. Pszt! Berci! Ide! Itt vagyunk!
Valóban ott lapult már Pierre, itt a Pinton és Csibész. Foglalj helyet, kérlek. Megnyitom az értekezletet. Ritálja a szó. A felnőttek okos, de tépelődő határozottan szavaiból azt az értelmet hámoztam ki, hogy alaposan benne vagyunk a kulimászban. Úgy van. Itt az ideje, hogy valaki cselekedjék is, ne csak beszéljen. Úgy van. S ha a nagyok, az apák, az anyák, a bölcs kormányzó és a még bölcsebb tudósok nem tudnak határozni, majd határozunk mi. Úgy van. Mi az, Bercikém? A szókincsed mindössze e két szó. Úgy és van. Úgy van. Azaz dehogy is. De mintha mindent a számból vettél volna ki. Nekem is az a véleményem, ha amúgy is a pusztulás útján haladunk, akkor gyorsan, nagyon gyorsan cselekednünk kell. Bravo, Berci! És mi cselekedjünk? Én bíznék a bácsiban, az OB-ban, ahogyan most nevezik őt. Azonnal felkeresném, és őszintén feltárnék előtte mindent. Végülis Sirius bácsék sem tehetnek egyebet, mi csak megelőzzük őket. Noszat, rajta! Rohantunk a legközelebbi minifurgon állomásra. Rohant velünk a minifurgon, mint akit üldöznek. Futottunk a 16-os gravipár kikötő irányító tisztjéhez. Kérek, kedves Luigi, a kormányzó parancsára azonnal indulnunk kell. Élet-halál kérdés. Megbízásunk van. Egy pillanatot sem késhetünk. Jöjj velünk, kedves Luigi, azonnal. Startolnia kell a gravitálunkra. Gyerünk, gyorsan. Rita, mit maflásodsz? Fog kézem Pintont. Mozgás. Fussunk. A hold létéről van szó, kedves Luigi. Jelezd a tolynak, hogy az engedélyt megadtad. Kösz. Nagyon kösz. Tudod, tegnap is mi voltunk fent. Pinton, ugold be! Csibész, utána! Jó van. Köszönjük! Remek fiú vagy, Luigi! A legkiválóbb indító tiszt! Hangarajtó nyílik! Szalt! No, ezt a bokla Luigi-t lehengereltük. Amit ezt kapni fog? Most ne Luigi-val foglalkozzunk. Szkafandereket felölteni, Cosmobile felcsatolni. Rita, ellenőrizz az ő szállat. Minden rendben van, ahogy tegnap leszálltunk. Majd ha elhagyjuk a graviplánt, én repülök az élen. Engem Berci követ, Rita és Pinton a gépben marad. Azt már nem. Mi a csuda? Lázadás. Nem lázadás, csak a józanész parancsa. A józanész parancsa. Rita és víz hangja. Hát nevetnem kell. Halljuk, mit parancsol a józan eszetek. Tegnap és tegnap előtt, és eddig minden alkalommal, az okos férfiak, a felnőtt emberek, apukák, mérnökök, kormányzók, tudósok, kapitányok, és a többi, ezek intézkedtek, beszéltek és tárgyaltak. Mit értek el? Mondhatni semmit. Most átveszem én a parancsolás jogát. Én a nő. És én a gyermek. Igen, a nő és a gyermek. Mi fogunk tárgyalni OB-val? Azaz a bácsival. Talán boldogulunk vele. Elvégre nő vagyok. Elvégre gyerek vagyok. Hamarabb megértünk, mint ahogyan ígértük. Én is itt vagyok, bácsi, meg Csibész is. Ő tolmácsolja, amit mondunk. Te hol vagy? Bennem vagytok. De hol van az a legnagyobb, akinek a gömbjén sok fehér szál díszeleg? Sirius kapitányról beszélsz, és az ő szakálláról. Ő küldött minket maga helyett. Azt hiszi, hogy velünk szívesebben tárgyalsz. Mert én szeretlek téged. Nem tudom, mit jelent a szó szeretlek, de sejtem, hogy valami kellemes érzést, valami szépet és jót fejez ki. Ez esetben elmondhatom, hogy én is szeretlek téged, te legkisebb. Remélem, jó hírt hoztatok. A földi tizek tanácsa beleegyezett a minta B
vételbe. Természetesen. Örömmel és boldogan beleegyezett volna. Sőt, megtiszteltetésnek venné, ha az alaphelyzet megfelelne tudósaitok feltételezésének. Nem értem, miféle alaphelyzetről beszélsz. Te azt mondtad, hogy zsugorításkor a hajunk szála sem görbül meg, azaz nem esik bántódásunk. Ezt nevezem alaphelyzetnek. No és, talán nem így lesz. Gondolj csak arra, hogy én ezerszer és ezerszer megváltoztattam már térfogatomat. Voltam akkora, mint egy bolygó, és összezsugorodtam egész kicsivé. Soha nem történt bajom, nem kell félnetek. Haló, Rita! Ez a derék Hóbi valóban semmit nem tud rólunk. Magyarázd meg neki! Hallottam, bíztak rám! Kedves Hóbi! Másmilyenek vagytok ti, nagyszerű óbék, és mások vagyunk mi emberek. Minket nem lehet zsugorítani. Ha kupolavárosainkat, épületeinket, gyárainkat, gépeinket összezsugorítod, miszlikké porlik minden. Ha engem zsugorítani kezdesz, azonnal meghalok. Összetörnek a csontjaim, a szívem, a tüdőm megszűnik működni. Ezt nem értem. A mi testünk nem tudja formáját, térfogatát változtatni, mint a tiéd. Mi állandóan ilyenek vagyunk. Csak ilyenek. Levegőre, ételre, italra van szükségünk. Táplálkozunk. A táplálékot feldolgozza a szervezetünk ezer és ezer szerve. S ha azok közül egy is felmondja a szolgálatot, teszem azt azért, mert te zsugorítani kezded, nekünk azonnal végünk van. Ez meglepő, bevallom, erre nem számítottam. A legkisebb tíz úgy informált engem, hogy ti épp úgy örök életűek vagytok, mint mi. A te legkisebb tizednek fogalma sincs az igazságról. Megsüthetik a tudományukat. Senki élő nem örök életű a világon. Ki hosszabb, ki rövidebb ideig él. Lehet, hogy ti nagyon sokáig éltek, ezer vagy millió évig, de nem örökké. Ott a ti világotokban, az Orion csillagképben van egy nagyon fényes csillag. Fényesebb minden másnál. 20 000-szer fényesebb a mi napunknál. Mi úgy hívjuk Rigel. Tudom, melyikre gondolsz. Egyszer majd az is elveszti nagy fényét. Vörös lesz, mint a Betelgeuse. Ami nagy vörösünk. Őtőle kapunk mindent. Amíg el nem fogy az energiája. Aztán kezd elfajulni, később kihúny a fénye. Tömege sűrűsödni kezd, összezsugorodik. Olyanná válik, mint az az égitest, amelyen éltek. Különös igazságokat beszélsz. Honnan tudod mindezt? Én is ugyanezt kérdezem, Rituka. Honnan tudod mindezt? Készültem erre a beszélgetésre. Anyu könyvtárából kihoztam a megfelelő szakirodalmat. Mit jelent könyvtár és szakirodalom? Hát az... Na, sokáig tartana, amíg megértenéd, kedves Hóbi. Erre most nincs időnk. Sürgősen el kell döntened, hiszel-e nekem vagy sem. Folytatod-e a mintavételt, megölsz, elpusztítasz, összezsugorítasz mindent, amit az ember alkotott, hogy magaddal vihess egy mogyorónyi mintát, amelyet soha senki sem tud visszaváltoztatni eredeti összetevőire. Te fennen hangoztattad, hogy jót akarsz, csak jót, semmi rossz. Mindenkinek mindig csak jót. Ez a törvény. Szép kis törvény. A pusztulásunkat okozza. Megsemmisítenem mindent, ami szép és derűs. Az embert és az alkotásait. És engemet, és Pintont, és Csibért, és mindent, mindent, amit szeretem. Apámat, anyámat. Én nem akarok meghalni. Azért, hogy te mintát vihess belőlem, annak a borzalmas legkisebb tíznek. Én nem akarok! Én sem akarok minta lenni. Kicsi élőlény, te most mit csinálsz? Miért jön folyékony halmaz állapotú micsoda a fényes golyócskádból? Mert sírok. Az mit jelent? Te merészhez dönteni embermilliárdok és bolygók sorsáról, amikor még azt sem tudod, mi a sírás?
Nem tudod, mi az elmúlás, a szomorúság és a kétségbeesés. És nem tudod, mi a boldogság, a szépség, meg az öröm. Te! Te üres, mértani forma! Te érzéketlen energiahalmaz! Gyűlöllek! Gonosz vagy! Gyűlöllek! Már megint zavarban vagyok, mert nem ismerem a kifejezések értelmét. Gonosz és gyűlöllek. Sejtem azonban, hogy rossz dolgok lehetnek, és én nem akarok semmi rosszat neked. Ez csak üres beszéd, porhintés. Ha nem akarnál rosszat, szednéd a sátorfádat és elmennél. Ezt értem, azt jelenti, a parancsot ne hajtsam végre, távozzam, menjek haza. Ha igazat mondtál, és nem akarsz nekünk ártani, akkor ezt kell tenned. De tudom, hogy ámítás az egész. Hazug vagy! Erőszakos! És gyilkos! Érdekes, hogy most minden szavadat jól megértem. Amit rólam feltételezel, az egyszerűen nem lehetséges. Mi soha nem mondunk nem igazat, mert nem tudunk nem igazat mondani. Mi soha nem teszünk erőszakot. Itt most arra készülsz! Gyönyörű városokat akarsz romba dönteni, ezzel is ezer ember életét elvenni. Kedves élőlény, érzem, hogy igazat beszélsz, akkor pedig valami nagy tévedés történt. Az én 10 kicsi uram meg van győződve arról, hogy a mintavétellel senkinek nem ártunk, főleg nektek nem. Kísérletünk a ti érdeketeket szolgálja, ezáltal tökéletesebbé váltok. Biztosítottak róla, hogy a ti életetek hasonló a miénkhez. Én eddig biztos voltam abban, hogy szervezetetek és környezetetek ezt a csekély terhelést könnyen kibírja. Kedves élőlény, szörnyű dolog történt. Megingattad a hitemet, 10 kicsi uram minden tudásában. Túléled, Óvi. És ezek után mit teszel? Még nem tudom. Ismered törvényünket. Ha a kiküldött nem teljesíti feladatát, csődöt mond, száműzik világunkból. Ezután örökké ott kell élnie, ahol a munkáját nem végezte el. Ezt már mondtad egyszer, és akkor is nagyon örültem. Kegyetlen törvény. Kegyetlen és sivár lehet az életed. Eddig nem éreztem annak, mert nem ismertem mást. Sajnállak téged, Óbi, és megszerettelek. Én is szeretlek téged, hányszor mondjam, és mesélni fogsz nekem. A bácsinak most komolyabb feladatot kell megoldania, nem ér rá mesélgetni. De akarom, hogy meséljen. Jól van, fog mesélni. Jó. Óbi, nem tudnánk mi emberek segíteni neked. De igen. Ha meggyőzhetném a legkisebb tizeket tévedésükről, ha bizonyítani tudnám előttük a földi elmúlás törvényszerűségét. Értem, Óbi. Töröm a fejemet, hogyan lehetne. Igen, igen, kell valamilyen megoldást találnunk. Rita, az iskolában a terrárium, a kérészfélék, a tiszavirág. Itt Sirius, keresem a 16-os graviplán. 16-os graviplán azonnal jelentkezzék. Itt Sirius. Itt 16-os graviplán. Pierre Renard rádiós jelentkezem. Pierre! Na végre! Ott vagytok valamennyien? És egyáltalán hol vagytok? Nagyon haragszom. Jelentem, kapitány, fenn vagyunk. Hogy úgy mondjam, megszokott helyünkön. 50 kilométer távolságban OB fekete gömbtestétől. Mindannyian jól vagyunk, sőt, remekül érezzük magunkat. Mit csináltok, szerencsétlenek? Adj csak Pierre a beszélőt. Bocsánatot kérek, Sirius bácsi,
Volna egy tisztelet teljes javaslatom, ne tessék haragudni. Legalábbis tessék felfüggeszteni a haragját, amíg mindent meg nem magyarázunk, és bizonyítunk. Ha ezt megtetszene ígérni, bekapcsolnám Rita és OB beszélgetésébe. De Csibész, még te szab feltételeket? Szent Leonida óvjon tőle, félre tetszik érteni, csak tisztelettel javasoltam. De ha nem, hát nem. Na rendben van, felfüggesztem a haragomat. Azonnal kapcsolj be. Igenis? Mit gondolsz, kedves Rita nevű élőlény, a személyes találkozást hogy bonyolítanánk le? Azt mondtad, kedves Óvi, hogy bármilyen halmaz állapotban és alakban meg tudsz jelenni. Igen, ez így van. Akkor vált az emberré. Olyanná, mint mi vagyunk. Légy mondjuk annál az emlékműnél, ahol Pintonnal először beszélgettél. Tudod-e, hol van? Természetesen tudom. Egy nap múlva, amíg a föld a tengelye körül egyet fordul, ilyenkor 13 óra 50 perc, pontosan ott leszünk és várunk. És természetesen hasznos lenne, ha mint ember beszélnéd a nyelvünket is. Nem kellene csivésznek tolmácsolnia. Megoldható. Ígérem, a megbeszélt időben és helyen ott leszek. Na, jön vagy nem jön? Még nem jöhet. Tudhatod, hogy OB maga a megelevenedett pontosság. Tegnap földi idő szerint 13 óra 50 perckor állapodtunk meg vele. Még hátra van 2 perc. Csak azt szeretném tudni, hogy mikor fog megjelenni. A holdból bújik elő, vagy valamilyen ködből? És mekkora lesz? Mint egy ház, vagy mint egy béka? És vajon aranyruhája lesz? Azonnal megtudod. Ilyen nagyon bízol benne, Rita? Igen, Sirius bácsi. Egészen biztos, hogy megtartja az ígéret. Csönd! Ott jön valaki. Egy fiú. Egy idegen fiú. Nem ismerem, pedig egy idős lehet velünk. Egyenesen felénk tart. És... Jó holdat! OB vagyok. Egy pillanatra ismét meg kell állítanom a cselekményt, kedves 20. századi hallgató. Le kell írnom, milyen volt OB, tehát. Mint Pierre mondta, egykorúnak látszott vele. Aranyszőke haja volt, karcsú termete, hatalmas kék szeme, és valami lelki tisztaság ragyogott az arcán. Hófehér kezes lábast viselt, könnyedén, rugalmasan mozgott, udvariasan, szerény, kedves dallamos hangon mondta. Jó holdat, OB vagyok. Maga, ön, az te vagy OB, akivel az űrben tárgyaltunk. Hát tudom, kissé hihetetlen, ezért gyorsan igazolom magam. Nevem OB 127, az Orion csillagképben a Betelgeuse közelében van az a fekete bolygó. Ne folytasd, majd én kérdezlek. Mit próbáltál a Holdon először szóra bírni? 3 piros műkavicsot. Azután? 1 virágot. Ti úgy hívjátok, Róza centifólia. Rendben van. Te valóban OB vagy. Az én nevem Rita. Ő Sirius bácsi. Ez itt a kis Pinton. Aztán Pierre és Berci, a barátaim. Ó, ismerek mindenkit. Csibész a műkutyust is. De hogyan lehetséges, hogy embermódra beszélsz és gondolkodol? Felöltöttem magamra az ember alakját, és agyam is úgy működik, mint az emberi. Persze rendkívül hiányosan, mert csak azt tudom, amit pár perces emberéletemben tapasztaltam, láttam vagy látok. Nos, induljunk Pinton iskolájába megtekinteni azt a bizonyos terráriumot, amelyről egyelőre fogalmam sincs, hogy micsoda. Látod, OB, ez a terrárium. Hát itt elzárva ketrecekben és átlátszó falak mögött kis élőlények mozognak. Mit kell itt látnom? Sirius bácsi, ezt mindenkinél jobban tudja. Tessék magyarázni OB-nak. Rendben van. Nos, OB fiam, Terra,
régi latin nyelven a földet jelentette. Terrárium az a gyűjtemény, amelyben földi rovarok és apró gerincesek életterüknek megfelelő körülmények között élnek, fejlődnek, szaporodnak. Ott abban a hatalmas üvegtárlóban él a tiszavirág nevű kérészfajta rovar. Tudományos neve Palingenia longicauda. Jöjj ide, nézd meg jól. Igen. Ezek a kis szárnyas, repülő tiszavirágok alig pár perce vetették le lárva testüket. Mindössze pár óráig élnek. Ez alatt a vizek fölött röpködve teljesítik létük parancsát, biztosítják fajuk fönnmaradását. Aztán belehullanak a vízbe, a halak táplálékává válnak, de millió és millió petéjük már elkezdte a víz fenekén, a mederbe fúródva, 3 évig tartó lárva életét teljesíteni. Óbé fiam, nézz körül ebben a hatalmas teremben. Tudod-e, mennyi idő egy év? Már természetesen tudom, amíg a föld egyszer megkerüli a ti kis sárgátokat a napot. Nos, ebben a hatalmas terráriumban 1000 és 1000 életet figyelhetsz meg. Egyik sem tart tovább egy évnél. Igen. Látom is, hiszem is. Bizonyítottam, Óbi. Igen. Úgy látszik, 10 kicsi urunk tévedett. Mi óbék olyan sokáig élünk, hogy elfelejtettük a kezdetet, és nem látjuk a véget. Hazamegyek. Jelenteni fogom, hogy megtudtam, nem vagyunk minden tudók és halhatatlanok, mi is tévedhetünk, és egyszer nekünk is be kell fejezni. Ez az igazság talán többet ér annál, mintha vittem volna nekik belőletek egy mogyorónyi sűrített mintát. Kormányzó úr, örömmel üdvözlöm szerény hajlékomban. Szívesen jöttem, meghívásával kíváncsivá. Ó, itt van az egész gárda. Legyetek üdvözölve. Jó oldalt, kormányzó bácsi. Leonida, hozhatja az uzsonát. Hozom, Viktor Sirius, hozom már. Tessék, kedveském, forró csokoládé tejszínhabbal, mazsolás kalács. Leonida néni saját készítése minden, nem az apukám szállította. Hát, mi öregek már szívesebben esszük azt, amit magunk főzünk. Igaz, Viktor Sirius? Jó. Nem szeretjük a gyári készítményt. Túl sokat beszél, kedves Leonida, és nem kínál. Jaj, bocsássanak meg. Tessék venni. Tessék parancsolni. Az egész holdon híre van Leonida néni uzsonnájának. Örülök, hogy megkóstolhatom. És ünnepélyesen meghívom az egész társaságot, elsősorban kedves Leonida nénit, vasárnap hozzám ebédre. Igaz, hogy csak gyári koszt lesz, de majd beszélek itt a papájával, hogy tegyen ki magát. Elmegyünk! Köszönjük az uzsonnát, Leonida leszedheti az asztal. Nálunk az asztal kisétál magától, és automatikusan besorolnak az edények a mosogatóba. Itt már csak ilyen régi módian megy. Kicsit tovább tart. Majd én segítek, Leonida néni. Köszönöm, drágám. Egy-kettő kész leszünk. Addig megkérlek, Pierre és Berci, állítsátok fel a mérlegeket. Kormányzór foglalja a helyet itt a főhelye. Hozzuk is már, Sirius bácsi. Tessék, tessék parancsolni. Ez egy közönséges kétkarú mérleg. Az egyik serpenyőjébe elhelyezek 1 földi kilogramm laskatésztát, a másikba ezt a hitelesített krómacél 1 kiló súlyt. Így. Tetszik látni? A mérleg nyelve pontosan középen áll, azaz 1 kilogrammot mutat. Ezt még én is tudom. Azért, mert az UB által okozott gravitáció csökkenés a mérleg mindkét karjára egyformán hat. Két karú mérleggel tehát a gravitációs hiányt nem tudjuk kimutatni. Jól tetszett mondani. Azért használjuk ezt a mérleget, amelyet most én állítok fel. Aha. Ez egy olaj áttételes rugós mérleg, rendkívül finom mérésekre alkalmas. Ezzel fogjuk megmérni az 1 kilós, tehát 1000 gramm súlyú lacskatésztát, és ez kimutatja,
tartja majd az OB által eltulajdonított gravitáció mennyiségét. Hányadik napnál is tartunk? Ma van 58. napja, hogy apukám központi konyháján először észleltük az egyezrelék hiányát. Tehát ma 58 gramnak kell hiányoznia az 1000-ből. Tessék, ráhelyezem a serpenyőre a laskát, így. Tehát nem értem. Mi történt? A mérleg nem 942 grammot, hanem 1000-et mutat. Kerek 1000. Elromlott a mérleg, vagy mondja már, mi történt, kedves kapitány? Ezért hívtuk kormányzó urat szerint körünkbe, ezért csináltuk ezt a kicsit teatrális bemutatót, hogy bejelentsük, helyreállt az egész hold gravitációja. Megszabadultunk hivatlan vendégünktől, Betelgeuse OB lovat. Aki ma reggel elbúcsúzván tőlünk, visszatér saját világába. Elég is sajnálom, mert azt hittem, hogy nálunk marad. És majd mesél nekem, Sirius bácsi, lehet, hogy OB visszajön? Nem lehessen tudni. Az a kérdés, hogyan fogadják főnökei a 10 legkisebb, azt a kellemetlen igazságot, hogy ők nem tévedhetetlenek, és nem is halhatatlanok. De, ha viszont látnánk őt, legyetek nyugodtak, nem a félelmetes energiakúp jön ide, hanem a szerény, kedves, kékszemű fiú. Na, most miért beszélnek másról? Égek a kíváncsiságtól, hogy megtudjam, hogy csinálták, ki csinálta, és mit csinált. Eláruljuk, gyerekek! Igen! Igen! Nos, Rituka, mondd el! Hát tetszik tudni, kormányzó bácsi, az úgy volt, hogy... Hát, tulajdonképpen nem csináltam semmit, csak beszéltem. Aztán kiderült, hogy amit nem tudnak elintézni az erős, okos, tökéletes férfiak, azt rendbe teszi néha pár perc alatt egy buta, kicsi, tökéletlen nő. Elhangzott Sirius kapitány haragszik. Fantasztikus rádiójáték. Írta László Endre. 5. rész. Ellenség vagy jó barát. Ismertetjük a szereposztást. Sirius kapitány Csákányi László. Kocsis Berci Petrik József. Pierre Renard Harkányi Endre. Rita Stett Örkényi Éva. Pinton László Marci. Knox kormányzó Képesi József. Kocsis professzor Rutkai Otto. Perez Castuero, Nagy Attila. OB 127, Szuhai Balázs. Leoni Danéli, Nárai Teri. A rendező munkatársa Lendvai Istvánné. A hangfelvételt Krausz Éva és Erdész Anna készítette. Zenei szerkesztő Erős Ágota. Szaktanácsadó Szüle Dénes. Szerkesztette Bújtás Amália. Rendezte László Endre.